Tudod, mi történik idén ősszel? Nem, nem arra gondolunk. Hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Mass FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Klassz FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Sziasztok! Mellé nyúltál, vagy tudatosan vagy ma kékben? Igen, mert igen. Annyira rikítasz, és annyira feltűnő, hogy nem ilyen színeiben szoktál lenni, hogy már meg tudod dicsérjelek ezért a felsőért. Hogy ez új. Igen. Tudatos volt, vagy a Móni felsője van rajta? Nem. Nagyon régen szerettem volna már venni egy ilyen típusú, ilyen retro. Nagyon jó, de hogy jól állnak a színek, én ezt mindig mondom neked. És aztán, hogyha eddig ötször kérdeztem meg Monit, hogy de jó lesz ez? Persze, hogy jó, de jó lesz ez? Akkor ne vedd meg! Szegény asszony. Aztán rám beszéltem. Valami vidéki autózt, hogy hol sikerült? Igen. De meg fogsz lepődni a márkaboltokban, ugye ezt lehet kapni, csak itt egy évvel később, és féláron. De nem rossz meg, hogy Adide az van ráírva, tehát ezzel nekem nincs bajom. Adide az. Csíkos. Igen, és egy négy csíkon rajta. Adide az. Hogy érezted, nagyon néznek a villamoson? Mert ilyenkor azt szokott... Mert rávettem egy orkán. Ugye? Mert ilyenkor, amikor újat próbál ki az ember, akkor mindig azt néz, hogy úristen, kiveszi észre. Most mondjuk nálam egy pár év után is még úgy néz ki, mintha új lenne, mert ez van egy vetésforgó, persze, de ez odafigyelünk rá. Ilyen kis zacskóban mosod, ugye? Tehát ez a, tudod, ez a kis sejem zacsi. Nem, mosog ebben. Mosózacskó. Mosózacskóban. Nem, mindig mosózacskó. Egy konkrét mosog ebben mos. De nagyon jó, menő. Ez már jövő hétre egy ilyen kis... Megmutasd a népnek? Nem, a jövő hétre vettem mást. Marad a szürke. Persze. Jó. Zoknit is azért megyek majd térnadrágba, hogy látszódj. Vadonatúj pamut zoknikkal készültem a jövő. Ez a jövő hét nagyon hard lesz. Én nem tudom, hogy egyáltalán valahol lent tudok-e aludni. Jó lesz pedig. De miért szervezel rá? Nekem ez most annyira tele van. Annyira tele van minden, hogy így nem is tudom, hogy így, hogy szerintem az van, hogy még lehet, hogy Sopronba is hajnalba indulok. Tehát, hogy így vasárnap, Egerbe biztos, hogy nem tudok lemenni, Bajára biztos, hogy nem tudok lemenni. Már úgy értem, reggel azért le tudok. Mondjuk jó hír, nem ketten ülünk ott. Én nem vagyok egy buli király, de hát mondjuk erre az utolsó hétre azért terveztem volna egy-két ilyen együtt vacsorázást. Legyen? Meg, valahol? Nem? Valahol hát megszervezhetjük. Tényleg, tehát lehet, hogy tényleg ez az utcsó. Jó, de most Eger, Baja, Sopron kilőve, tehát akkor Kaposvár, Kedd. Itt vagy Baja, lehet, hogy Baja, ez nagyon messze van, azt meg kell megoldani. Nekem 28-án este 10 órakor ér véget egy előadásom például. Tehát, hogy így Baja, Egerbe esélytelen, hogy én éjszaka leérek, vagy csak fél egyre. Igen, tényleg most ráér az az ezer egyetemista a jövő hét után is. Megkérdették egy helyszín, és át kellett rakni egy nagyobb helyszínre, akkor volt az érdeklődés. Küldjön jó, nekik tudjuk, hogy jó vagy, ez oké, de hogy miért ilyenkor vagy jó? Te hát ez az most. Előbb volt a rendezvény, mint a turné eldölt. Tegyék át a turnét! Nem a rendezvényt, az iskolát, mindent tegyenek át. Mi nem tanulnak a passzusra, nincs elég tanulni valójuk? Érted, és megy előadások, ilyen járogatnak mindenek, úgyis csak elmondom nekik, hogy nem érdemes foglalkozni ezzel a szakmával, te is képviseled. Érted, addig úgyse jut nekik hely a tűz mellett. Nem, ez most valami nem teljesen erről szól, meg többen leszünk előadók, de valami kerekasztal beszélgetés valahol, nem tudom. De még nem néztem utána, hogy hol, és nem néztem utána, hogy kivel. Akkor nem tűnik fel a hiányok. Beütetek egy ilyen bábút. Na, hogy áll a Facebook oldalam? Segítsetek, gyerekek, egyetlen egy embernek nincs belépése a saját Facebook oldalára, az én vagyok. Tehát se felmenni nem tudok, se megnézni nem tudom, se semmit nem tudok, hogy áll a Facebook oldalam, mert nem láttam tegnap reggel óta. Pontos számot kérünk. Az van, hogy most nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne most ebben a pillanatban 53 embernek a segítségére, hogy kirakassuk végre a köszönjük szépen az első 50 ezer. Ne! De egy nap alatt. Ne! Mit? Jézus Atya Úristen!
óriási és írtam tegnap, mert a kis nekem a Facebookon. Igen, már meg is vagyunk. Küldték az ilyen pillanat felvételeket, meg valaki csinált egy olyan videót, hogy 30 másodperc ad, hogy nő a like számod. Hát sírtam. Sírtam, ugye egy kicsit én is megtartam. Ezt elküldték? Igen. Az a küld már ezt a videót, vagy csak én... Facebookon tudod átküldeni? Nem tudom, majd racival meg, megoldjuk. És az van, hogy ugye én is azért kicsit kiraktam az oldalat, az hadd vigye a... Megszóltam a Klassz FM-nek, hogy imádják. Imádtam. 50 ezer, te jó is. És ez egy nap. Hát, csak mondom. De be fog ez lassulni. Be fog ez lassulni. 2020 környékén. Lájkoljatok, lájkoljatok, lájkoljatok. Addig nyugodtan 250 ezer ugye a cél szerintem, hát egyáltalán nem megléphetetlen, sőt, én egyre inkább hiszek ebben a dologban, hogy ezeket két évben a forgás. A fogadás tárgya, hogy Jenny felajánlotta, hogy bele kell mennem, ha elérjük november közepéig a 250-et, nem törölhetem magam, ha nem érjük el, akkor ünnepélyesen november 17-én, 18-án egy delete gombbal kiléphetek a Facebookról. Én abban bízom, hogy nem érjük el. Ma már lesz egy poszt, amit a hallgatók megszavaznak, ugye, amit majd elküldhetnek, illetve utána a naponta minimum egyet posztolnom kell, de én azt hiszem, és ezt így beszélgettem Facebookosokkal, azt mondták, hogy ilyen 100-150-nél azért ez nagyon-nagyon meg fog állni. Uh-huh. Úgyhogy én még mindig nem félek. Tehát hát azért be fog ez lassulni. Mindig vannak szabályterősítő kivételek, hát ebben az esetben lehet, hogy te leszel az. Nem néztem meg egyébként most, hogy a Kasszati mivel pánikoltál tegnap este, és felemelte napi 30 posztra a 25-öt az adagot, hogy ennyire jössz fel tényleg. De hát én szerintem ez összehozható ez a dolog. Egyre inkább azt érzem. Hát mondom, most, amikor reggel bejöttünk, ugye beültem ide, megnyitottam, akkor voltunk 49 ezer, 954-en, amíg beszéltünk, addig fölment 50 ezer fölé. Akkor most már megverem a saját unofficial oldalamat lassan. Aha, igen. És ők átjöttek, vagy ők megérkeztek? Hát, figyeljetek, tehát oda be fogjuk mindenképpen posztolni, a gyerekek most már oké, lehet csomagolni, lehet bútorozni, lehet elköszönni, lehet lehúzni a rolót, leottani a villanyt, mert hogy egyébként... Lehet átjönni az igazíros. Mert ott van az official. Én még mindig abban bízom, hogy nem lesz meg, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Minden meg fogunk tenni, Jánossal, hidd el. Mindent megteszünk. Nagyon várom az első posztot, azt rátkezőleg kell kirakni. Igen, és azt mondták, hogy az eldöntitek ti, vagy azt megszavaztak, hogy a hallgatók megírják, hogy mi legyen az első poszt, és akkor ti ezt eldönti. Rábögtök valamit. Valami mókás, tréfás, vicces, hogy legyen kis anyag belőle, bulvársajtóban. Bulvársajtóban. Úgy is lehozták, majd alkoholista vagyok. Lehozták? Le, de én nem is értem, hát se. Végre valami rajta. Az jó, mondjuk az igaz. Igen, lehozták, hogy alkoholista vagyok. Tessék, és a szakértő egyébként ugyanazt mondta, amit én is, hogy ugye a mindennapos ivásod, az már függőség. Itt nézd meg, az egy egész oldal csak kiharcolt magának ezzel az a jó sztorival, hogy iszik. Valós, úgy szerettem ezeket. Hát ez én mindig azon gondolkozom, hogy aki viszont nem hallgat bennünket, de olvassa ezt az újságot, az most ül otthon, szegény gyerek, pedig milyen szép indult a karrierje. Milyen szépen indult és alkoholista lett. Gesztesi sorsára jutott. Túl magasra nőtt, látod, anyjuk, nem bír. Jó, amikor már te is vagy céges bulikon, vagy félmeztelenül táncolsz mezitláb. Meg különböző műsorokba ülök be. Aha. Itt a sand. Igen, háttal. És nem. Jó lesz az. Na, Anett Kővári, veled vagyunk, számíthatsz rá. Tessék, látod? Az utolsó hozzászólások egyik például. A Facebookon? Persze. Te látod az én Facebook oldalamon? Hogyne látnám? Mindenki látja a te Facebook oldaladat. Miért nem tudok erre felmenni, basszus? Nekem azt írja, hogy Facebook, csatlakozzon, vagy nem tudom. Nem, én nem tudok felmenni. Hát csatlakozzál, mert neked van Facebook oldalad. Nem lenne baj, hogyha elkérnéd életet párjától a te valaki adja már oda, hogy lehet belépni a saját oldalamra. Tényleg, én az egyetlen, aki nem tud belépni a saját oldalamra. Hát kívülről láthatod. Te is jelölheted, lájkolhatod, tehát hogy ezzel nincs semmi gond. Majd később lesz ez probléma, majd, hogy nem tudsz belépni az oldalra, amikor posztolnod kell majd minden nap. Meglátjuk azt a mindennapot. Ahhoz 250-nek meg kell lennie. A 73 ezer lájkot, aki megírta, ő tévedésben van, ő az official oldalt nézi. Tehát ne az legyen, mivel alkoholista a fiatalember, ezért egy rozés üveg van a kezébe. Csak a keze látszik, így az van. Az övé, és a középső ujja az égnek mered. És lehet látni ugye a kézen a legendás anyajegyet, illetve ezt a szőröket, fura gyűrűt. Jó, azért ezt a rozés képet majd le kell venni, átalakítjuk valami normális. Ja, lehet csinálni, bármikor te magad is tudod, meg oda kéne egy nagy fotó is a háttérbe, mert ez így elég, hát hogy is mondjam, szánalmas indulása az oldaladnak, de majd megtanulod, hát te nem vagy egy profi Facebook felhasználó, mert így egy nagy fekete üresség van, és egy kis kockába a rozés üveg, tehát hogy ez kevés. Az így nem néz ki túl jó. Nem, hát majd rendbe rakosgatod.
Megvan a kép, hogy otthon ülnek. Ki az Isten tette föl a régi gyerekkori fotómat? Profilkép. Hallgatok, van ott már minden. Már mindent belinkeltek egyébként, az összes nagy klasszikus. Jó lesz ez, alakul. Lesz itt még móka ebben. Lesz itt még móka, skacagás, így van. Na jó van. Oké, nézzük gyorsan az eseménye megfulladott. Nézzük gyorsan az SMS-eket. Ha nincs fészem, akkor is lehet lájkolni, kérdezi valaki. Nem. Hát akkor nyilván nem. Akkor nem tudsz, akkor csak viszonylag úgy körülményes. Igen, az viszonylag körülményes. Nyírbától 6 óra 20-kor plusz 5 fok a hőmérséklet. Janó úristen, köszönjük szépen. Igen, hát ezt mondták, hogy egyre hűvösödnek a reggelek. Pilisvörösváron áll már a sor, mi van a tízesen? Szerintem dugó. Egyébként, de hogy már a tízesen már most áll a sor, miért? De miért? Tényleg mi van ott? Tényleg mi van? Baján a legfinomabb rétesek nektek fognak sülni. Mákos, túrós, tökös, várunk benneteket. Jaj, a rétesek. De jó. Nagyon jó. Káposztásat, ha még bele tudtok szuszakolni, nem vagyok egy ilyen elégedetlen, csak egy az a sós. Én azt nagyon-nagyon szeretem, a jó káposztás rétest. Sós, borsos. Így van, ha egy picit úgy ráértek, meg tudjátok csinálni, azért én külön hálás vagyok, de nyilván a többinek is nagyon örülünk. Jó. Mehet tovább a tarhálás. Igen. Oli, kedvem, majd Kaszati Bió a kedvencem érte. Zoli, Zoli, drága vagy, köszönjük szépen. Mi majdnem minden stimmel. M1-es 45-ös kör viszonylag nagy a köd, és a körforgóban van egy baleset, 3 rendőrkocsi, egy mentő már ott van, alakul a dugó, ez Miskolcnál van, az M30-as felhajtónál. Lisztes Ati küldte nekünk. Közben egyébként egy nagyon jó hír Kárász Robi rajongójának is, mert ő is átlépte most a 4457-et, már 4458-an vannak. De nem úgy volt, hogy ő törli magát a Facebookra? Nem, ő a Szebeni volt. Szeben írta, hogy drága, igen. Össze is omlott a Facebook. Igen, össze is omlott. De drága harcostársat törlöm magam. Az sem olyan régi a Facebook oldalon, Szebeni. A Zuckerberg hívta is a Szebenit, hogy ne, ne, ne. Ne, aztán... ő bezuhant az árfolyam rögtön. Tehát, hogy... hát, ilyen hatással van sajnos. Azt hittem a Kárászét, hogy, hogy összerezzen, vagy elbúcsúzik a Facebooktól. Nem, a Szebeni volt. Szebeni volt. Igen. De nagy űrt hagyott maga után ő is. Halló, bocs, lemaradtam valami, miért adtad be a derekadernek a konzumidióta? Konzumidióta Facebooknak. Nincs derékbeadás, itt még egy szó nincs erről. Ez egy fogadás. Ez egy fogadás, amit Jani ajánlott. És még törölhetem magam. 51 ezeren vagyunk jelenleg. Még törölhetem magam, én abban bízom, hogy nem lesz meg a 250 november közepéig, és akkor viszont fennáll a lehetőségem, hogy lelépjek a Facebookról, és én azt meg is fogom tenni, akkor ünnepélyesen távozom. Ha, viszont ha meg lesz valami csoda folytán, akkor meg tovább. Akkor van a baj. Na, azokat a posztokat figyeljétek majd utána. Milyen értékes posztok lesznek azok, igen. Szóval ez egy fogadás volt. Így indultunk tulajdonképpen. De én bízom benne, ahogy belassul ez majd. Jó, üzenjük egyébként a Balázs Ferinek, Györfi Gábornak és a többieknek, Pap Erzsébetnek, hogy azért igyekezzetek, elfogtok is a munkából, de azért nagyon szépen köszönjük, hogy az elmúlt percekben már lájkoltátok az oldalra, hogy szóltatok. De nincs ez hozzászólni, nincs tartalom fönt, hát nincs semmi. Ez ugye Erdődi Roland, Arnold, Szentecki Csaba, Dombi Tamás, hajrá, most már mindenkit fogad most. Hogy állunk játékkal? Nagyon jól. Nagyon jó. Jól, hát de beúztuk a hetet szerintem. Nem? Behúztuk? Nem, nem emlékszem. Nem, emlékszem. Nem emlékszem. Igen, igaza van a Janinak. 3-0, megvagyunk. A első kettő napot te nyomtad, Jani, a harmadikat. 3-0, így van. Tegnap egy villámgyors igen volt a játékban. Ja, 3-0. Jó. Lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, jó, jelentkezzetek, mi pedig jövünk a hírek után. Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk már is. Lájkoljatok. Azért, hogyha rákeresek a barátnőmre, már két kamu profi van ugyanazzal a profilképpel. Átvette valaki, de paré vagy át de is, minden. Át is veheti? Hát nyilván, már úgy, hogy azt a képet leszed és fölteszi saját magának. Csak most ezt nem értem, hogy neki miért jó, de mindegy. Uh-huh. Aha. Hát... Vagy nem lehet, hogy ő a Balázzsal van? Aha. Beszélgettél valakivel, hogy csináljon egy másik oldalt, mert akkor megoszlanak a lájkok, tudod? Tehát nem mindenki tudja beazonosítani azt, hogy melyik a tiéd, és ha van még egy ugyanolyan, lehet, hogy elkezdik azt is lájkolni. Ezért vagyunk itt a Jánossal, hogy mindig pontos képet adjunk arról, hogy hány lájk van. Így van, 51.231, a másik két kam oldalon, akik átvették ugyanazt a képet, jelenleg 342, illetve 17 ember. Tehát tudjátok, hogy hova van, kell tenni az 51.231. De majd valami új posztot felteszünk, és akkor abból majd látszik. De azt is le tudja venni. Mit? Persze. Hát, igen, bármit le tudsz. Bármit le tud? Uh-huh. Te akkor tud csinálni ugyanolyan oldalt? Gyakorlatilag igen. Igen, és akkor mindig átveszed azt a posztot, ami a másik. Őket tényleg én sem nagyon értem. Tehát, hogy
Tehát, hogy attól, hogy kopírozod másnak az életét, neked még nem lesz sajátod. Igen, hát így van. Na jó. Oké, fél hét van pontosan. Jövünk nem sokára a hírek után. Ha játszanátok, írjatok, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Megérkezett az első hó, ezt mutatják a tények. Ez nem valami TV2-es elírás. Láttam még. Autós. Figyelj, mindjárt cserélik. Önkiszolgált, ez most vagy Erdély, vagy Ausztria, nem tudom, valahol már esik, nem látom. Magyarul is ki volt írva valami, úgyhogy... Igen. Megérkezett az első hó. Ez van most a tényleg a jelen pillanatban. Az volt kiírva. De szerintem inkább tényleg Erdély lehet, vagy Ausztria valahol itt a határ másik oldalán, nem tudom. De tényleg esett. Ott már esett a hó, gyerekek. Miért tetszik ezt csinálni? Ott már egy kislány hógulyót. Hólabdát gyúr. Látjátok? Az van kiírva, hogy TV2 archív. Ez nem lehet. Ez kemény. Lehet, hogy keménytelünk lesz. Végre lesz egy kis hó. Lehet. Csak azért egy picit várjunk már még vele, ha... Nem baj, elmegyünk szánkózni. Mi is megyünk. Novembertől mi is megyünk szánkózni. Igen, hogy a Györfi Renász ebben a pillanatban hall minket, akkor csörögje már be, hogy küldjél SMS-t, hogy hol csinálták velük a riportot. Honnan szól, igen. Honnan szól a TV2 riportja, mert hogy tényleg nagy hó van, de azért ez elképesztő. Na, azt mondja, hogy a budakalászi körforgalomról miért nem beszél senki, káosz reggel délben este. Peti, sokat beszéltünk róla már egyébként, de nem tudunk mit csinálni. Bari a borszakértője megmondta, hogy függő vagy, állj le. Még nem késő. Igen, én is olvastam. Azt mondja, hogy... azt nézem, hogy... remélem figyelsz, Bali. Az alkohol rossz. Hallottam a hírekből, hogy volt egy összeállítás, igen, hogy a gyerekek segjenek. Trafi Debrecenben a 35-ös úton, az autópálya lejár után a 70-es táblánál, a Debrecen felé utazókat mérik, Zoli. Köszönjük szépen. Tényleg, ma este kivonthatnál majd egy jó rozét az abstinensek egészségére. Így is van. Ígyunk arra, akik nem isznak. Így van. Na, játszunk egyet, a hét utolsó előtti játéka jön már, és itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Buta Morgan, fiú. Hello. Ciao, Ádám, hello. Szia. Honnan hívtál minket, Ádám? Kérlek szépen, Dunakeszin tartozkodok ilyen pillanatban, de egyébként Dunaharaszti lapos vagyok. Dunaharaszti. Aha, és mit csinálsz Dunakeszin? Dunakeszin dolgozok, teherautó sofőr vagyok, most éppen pakolják a teherautómat, és várom, hogy elindulhassak. Aha, valami hiperben pakolják, vagy raktárban meg? Hát egy raktárba, igen. Uh-huh. És aztán elindul a lejtek felé. Ott meg lerakják, majd aztán lehet, hogy lesz még egy ilyen köröm, ma még nem tudom, hogy alakul. Hát Rókus Fabi berendelt magának valamit, nem? Egyekre. Attól függ, ki az a Rókus Fabi. A kúriában. Egyek. Egyek minden 6 óráról van szó. Kedveljük, szeretjük egyébként. Megállt, tudjátok, miről van szó, rendben. Azt hiszem, talán nem is tudom, hogy polgármester, nem biztos, hogy polgármester, de hát ott Betyeken ő azért ugye, hogy megreformálta a bortaborozást. Egy-egy kiborvidéket, igen, fölhúzta. Polgármesteri posztra egy picit várunk. Igen, akkor lehet, hogy nem polgármester, minden esetre egyek sokat köszönhet neki. A Balázs már ismeri a táblati terveit is, tehát. Igen, de... Majd avassatok benne is van kívül. Kedveljük őt. Jól van, kivel játszanám? Veled, Balázs. Elfopsiználk egy kicsit. Hargita Erdély. Arról szólt a híradás. Köszönjük, valaki elküldtet. Jó, figyelj, játszunk. Hát én már annyit játszottam a héten, hogy már nem is tudom, hogy most már mennyit játszottam. De szívesen, tehát nincs olyan, akit a hallgató választ. Menjünk, induljunk neki. Jó, induljunk neki, Jani. Trip! Ezzel összeakartam. Itt vagyok. Itt vagy, haló? Itt vagyok, köszönöm szépen kérdésed. Rég volt szerencsém hallgatni a műsort, mi újság veled, hogy mesélj most. Hogy régen hallgattam, mi történt? Hát sok a munka sajnos, aztán van, hogy erre pont nincs időm. De közben, autóvezetés közben tud szólni a rádió? Szólhat, természetesen, csak van, hogy más időpontban vezetek. Van, amikor estés vagy? Teljesen kiszámítatlan igazából, bármikor dolgozhatok a nap folyamán, igen. Ott az igen, de gyerekek, legyőzhetetlen vagyok. Verhetetlen, legyőzhetetlen. Hát ez...
Pedig nagyon jó játékos jó vagy. Volt, nagyon jó, jó volt, ügyesen kerültél mindent, és igen. Egy ilyen utána dobott igennel. Igen, ezt az... Mégsem volt elég vártam. Úgy látom, hogy van valaki a Népszínház utcában, aki nem akarja elhinni ezt a győzelmet. Jár az ajándékcsomag, nem jó? Jár, jár az ajándékcsomag. Jár az ajándékcsomag. Hát Ádám járna, ha megnyerted volna. Igen. Szívesen adnánk egyébként, de hát azért vesztett meccs után nehezen tudnánk megmagyarázni, hogy miért. Természetesen teljesen jogos. Nincs harag? Jó, és ha van, akkor a viáltatok, természetesen nincsen. Na jó van. Köszi a játékot. Köszönöm, hogy élmény volt. Sziasztok. Adjú. Szia. Gyerekek, hát most mit csináljunk? Utalak három nyert játék, szép volt. Mit csináljunk? Hát minden. Minden begyűjtünk. Mi nem nincs veszthetünk hetek óta. Egyet oda kell adnunk holnap, mert nagyon morcosan fognak állni majd a kitelepülésen a stúdió előtt. Durcimanók lesznek? Durcimanók? Fognak durcás állni a kis hallgatók. Na, ne legyetek durcimanók, hát csúnyán el vagytok popsizva, de ne legyetek ezért mérgesek. Hát nem sikerülhet az életben minden, van, ami az emberben jó, és van, ami nem jó. Te a játékban nem vagytok jók, de most ezt nem tudunk mit csinálni. Hát most ez van, ez a helyzet, így van, el kell viselni. Hát most tényleg a felvigyel. A szél fúj, a víz nedves, a Star Academy-t nem nézik. Ezek fix dolgok, olyan dolgok, amik ellen nem lehet mit tenni. Hát tudom, a kicsi óriásokat mondok. Ja. A sem hát. De még valamennyien nézik. Igen. Minden megteszünk, jó legyen. 4 perc van pontosan, 7 óra, trafi van, Németi Benógrán megye, Buczó Zotya. Köszönjük szépen. Aztán Trafi a Podmaninszky utcában, a MÁV kórháznál, a Dózsa-György út felé tartogat mérik. Gyufi, köszi, hogy elküldted nekünk. És az 500-es út ideje korán Dunaharaszti elején elesett, onnantól lépésbe halad. Mindenkinek szép napot, ezt Lilla küldte nekünk. Köszönjük szépen, 4 perc pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. Tudod, mi történik idén ősszel? Nem arra gondolunk, hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Mass FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt? No. Klassz FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Már is folytatjuk, ami az időjárás illeti, napos lesz az idő, és úgy néz ki, hogy a jövő héten is jó idő lesz, ami nagyon jó hír. Bizonyám, mert hogy kitelepülésre megyünk. Így van, kitelepülésre megyünk, és hát ugye Sopronban kezdünk majd a Deák téren, aztán Kaposvár, Baja, Eger, és végül Budapest. A helyszínek fönt lesznek nem sokára az Instagramon, és ott is meg tudjátok nézni. A Facebookon már fönt van, de még kiegészítjük majd a terekkel is. Mert hogy a terek is fontosak, ugye a Sopronon belül például hova? Ott kell jönni, vagy azt hiszem, baján. A szokásos helyre megyünk mindig ugyanott. Ott mindig ott vagyunk, igen, igen. És hát Klassz FM formájában az utolsó turnénk, úgyhogy elbúcsúzunk ezen városoktól, igazából. Sopronban is mindig nagyon sokan szoktak lenni, most kétszer annyian lesznek. Világos. Értitek, ugye? Értitek, hogy miért? Értitek, hogy hogyan? Hogy hova kell jönni? Jövő hétfő Sopron, így van. Deák tér. Ez az, ami nagyon fontos. Na, azt mondja, hogy mi volt ez a dal? Jaj, hát ez egy nagyon jó kis Snap feldolgozás volt, ugye Snapre emlékszünk annak idején, de 90-es évek környékén tübörögtek Turbo B-vel az élen, egy ilyen Eurodance csapat volt, igen, Turbo B, és csináltak egy ilyen nagyon jó számot, ezt a Power-t, és hát egy Penny Form nevű énekesnő, aki egyébként ebben az H-Blocks feldolgozásban is énekel, természetesen ő volt a hang benne, a
kirázza hideg mérnek, amikor ennek a nőnek a hangját meghalom. Csoda. Csoda, tényleg. És hát az H-Blacksnak is volt egy-két saját száma, amire egyébként érdemes odafigyelni, de ez a feldolgozás aztán hatalmas lett. Igen, tényleg, mindig tényleg jó van. Mindig azt mondtam, hogy aztán, amikor kiderült, hogy Made in Germany, akkor picit meglepődtem. Na, származik onnan is egy csomó jó, nem? Ubi. Mit itt nagyon meleg? Nem nyomunk valami kis levegőt? Nem nyitunk ablakot, hogy valamit? Mert így mindjárt az. Vetközünk, legalább az első posztunk meg is lesz. Igen, tegyük ki a fészet. Tényleg nagyon meleg van. Na, azt mondja, hogy csordogálok az M1-esen nyugodt 170-nel, de erre a zenére felébredtem, és a gázra léptem. Óvatosan, Réda. Bizonyám. Erzsébet, most várják a sövényt a belső sáv lezárva, ezért áll a sor soroksárig. De tényleg komolyan reggel 7 órakor kell sövényt nyírni? Hát ez nem ér rá délbe, vagy egykor, amikor lemegy a reggeli csúcs. Még kell reggel 7 órakor sövényt nyírni? Most mondjátok meg nekem, ezt érti valaki? Ez már biztos a vége. De komolyan 3 órakor nem lehet, vagy délben? Hát ugyanúgy megvár a sövény, van deles munkaidőd, nem kell végezned 10-re, lemegy a reggeli csúcs. Ja, igen. Meg a füvet is reggel nyírják, tudod. 10 órakor kimész sövény nyírni. Hát ezt rendeletbe adnám, hogy nem újítunk sávot, nem nyírunk sövényt, és engedjük az autósokat élni, nem? Harmatosan biztos nem kopik annyira. Így van. Sose érnének, és akkor 6-tal tudod, ott 4 kilométeres dugó mögötted, ő meg gyűjti be a csikeket, és söpri az utcának a sarkát, tudod. Hát mögötte meg 4000 autó vár, hogy végre beéressen. Ha az emberek nem látják, hogy dolgoznak, akkor azt gondolhatják, hogy nem dolgoznak. De azt észreveszi az ember, hogy már levágták a sövényt. Tehát tegnap még mentem, nem láttam át rajta, meg belógott az autóm el, és ma kész van. Hát ezek lenyírták, érted? Tehát, hogy így is észre lehet venni, nem csak úgy, hogy éppen dolgozom. Igen. Lehet, hogy ez van, hogy vágyátok gyerekek reggel, akkor látják az önkormányzatban is, hogy dolgoztok, és akkor minden az utakon látják, hogy az önkori nem hagy cserben benneteket. Választások előtt azért jó, ha látják, hogy csinálunk valamit. Igen, mit csináljunk, főnök, megyetek sövényt vágni. De sövényt, de tegnap vágtok fel, nem baj, vágjátok le újra. Ide húzunk egy cetit a kalapból, most sövényt vág. Elképesztő. Na, azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg fontos lehet nekünk közlekedés szempontjából. Soroksári út Gubacsi híd előtt Budapest felé baleset nyomait takarítják, sajnos emiatt csak egy sáv járható, ezt Lilla küldte nekünk. És Budapest-Dunaújváros vonalon 20-30 percet késnek a vonatok. Hát a 20-30 perc szerintem egyébként megszokott. Nem? Tehát az a nincs nagy baj. Ilyet. Hát jelen pillanatban a MÁV képességét ismerve... Egy ország közlekedését nem lehet arra alapozni, hogy úgy is késik 30 percet a vonat. Jó, hát most a Japánban is az elmúlt 100 évben legalább 5 percet késnek. Ha összeadod őket, igen. Én el se tudom képzelni, hogy milyen az, amikor nem tudod megmondani, hogy hányra érsz be és állsz a megállóba, és ma 10 percet késett szerencsém van. Ma már itt állok fél órája, basszus, hát ez ilyen. Holnap ki tudja, reméljük előbb jön. Ezt felfoghatod, én ettől megőrülnék. Ezt nem bírnám elviselni, hogy állok úgy egy megállóban, mindereg, hogy nem tudom, hogy hányra van ott a vonat. Ez megölném magam tényleg. Lehet, nem? Hogy azért van, mert... 10 perc, 20, fél óra, 40 perc, most ment el, előbb jött. Nem is jön. Na, olyan nincs. Olyan nincs, hogy előbb jön. De az éjszakai busszal az előfordul. Hát amit most ma késik, azt holnap behozza. De, igen. Lehet, hogy az év végét nézik majd, az év végé rovancsó. Egyébként is autómentes nap van, tessék, ki jött autó nélkül, Feri? Hogy jönnék autó nélkül? Engem már meg se kérdezett. Laci, autómentes nap van, mivel jöttél? Autóval. Jó, autóval. Hát na, látjátok, ezért tart itt ez a világ. Mert mi otthon tartunk. Mert az autómentes napon autóval jártok. Aha. Ez a nagy baj veletek. Na most mondom neked, hogy azért csináljuk, hogy otthon csináljuk az autómentes napot. Tehát, hogy nincs otthon az autó, érted? Egy autómentes nap otthon. Jól az ennek mondjuk az élethivatása a polgári engedetlenség. Tehát, hogy az autómentes napon nem szabad autóba ülni. Ezt miért nem értitek már meg? Aha. Az autómentes napon kiszállunk az autóból. A Mati egyedet légy szíves, amivel bejöttél. Jó, én autóval jöttem, de én más vagyok. Igen. Aha. Jó, én autóval jöttem, de nekem lehet. Autómentes azért, mert hogy ha fölmutatod a forgalmidat, az akkor ingyen lehet vonattal jönni. Igen, egyébként ez egy tök jó kezdeményezés. Jó, a büdös életben senki nem ül át. De maga a kezdeményezés az nagyon helyes. De miért csak vonat a BKV-val, nem? Nem tudom. A vonat az tuti. Mert az azért nem rossz. De most miért a havi bérletedből egy visszakérnél egy napot? Hogy van egyébként jogosítványunk, vagy forgalmi? Nem, holnap jár le a francba. Oh. Eljöttem volna Móni forgalmiával. De mi vonattal, vagy hogy? Nem, hát a BKV-re is jó. Hogyha arra ja. Is. De komolyan, írjátok már meg, drága hallgatók, hogy van olyan, aki most kiszállt az autóból, és azt mondja, hogy én mindig autóval járok,
de ma autómentes nap van, ezért fölpasszírozom magam a tömegközlekedésre, és együtt utazom ott másik nagyon sok emberrel. Vagy ez csak egy szép idea. Vagy ez csak egy ilyen idea tényleg, és ez jól hangzik, de a büdös életben soha senki nem tette le az autót. Most mindenféle bántó szándék nélkül, csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy írjatok, hogy igen, én minden nap járok az agglomerációba, vagy innen, vagy onnan, de ma letettem az autót, és bringára ültem, vagy vonatra, vagy buszra, vagy taxival jött. Nem, taxis esély. Taxi jó ilyenkor? Jó. Szerintem jó. Hát akkor a saját kocsidat majd nem használod. Majdnem mondta valamit. Igen, most jó. Most például kifejezetten jó. De hogy biztos észrevettétek azt is már, hogy ne vásárolj semmit, napokon telő vannak a plázák. Mert arra gondolsz, hogy nem mész. Uh-huh. Tehát, hogy nem mennek akkor, tehát neked több helyed lesz vásárolni. Hát vagy honnan tudod azt, ennyi, hogy nem vásárolnak a plázába, ha ne vásárolj ma semmit napon, hogyha nem vagy ott. Balázs is ezért jött ma autóval. Hát hogy tudta volna egyébként csekkolni? Muszáj gyerekek, hát a rádiós műsor készítek, hát meg kell nézni, hogy hányan vannak az utakon. Időre itt kell lenni. Időre itt kell lenni, ráadásul nem is ez a lényeg. Hát én tudományos kísérletet vizsgálok. És vezetek, megnézem, hogy egy autómentes napon hányan járnak autó nélkül, ezért ma bemegyek a belvárosba autóval. Igen, és megnézem, hogy kisebb-e a forgalom. És vagyis igen? Sikeres az autómentes nap. Segítséget kérek tőletek, hétfőn forgalmi vizsgám lesz, mit csináljak, hogy ne izguljak. Tanulj. Ti hogy oldottátok meg? Na, hívjuk föl, mondjuk el neki. Nagyon sokat kell tanulni. De várj, forgalmi. Forgalmi, gyerekek, forgalmi, ne legyetek hülyék, ez forgalmi. Azért kell tanulni, ja, tudja. Arra már nem kell. Tábla, dehogy nem. Hát arra már átment a kereszt vizsgál. Hát és? Aha. Ott még csalhatott, érted, de most? Most mi vigasztaljuk meg, öntsünk bele egy kis lelket. Akkor gyakorolj sokat forgalomban előtte. Igen, közdel apád autóját, igen. Mindjárt fölhívjuk, öntünk bele egy kis lelket. No. Úgy szeretek így felhívogatni embereket. Én is, csak vegye fel. Hát csak hisz bevedd fel. Nyuszi vagy, nem veszed fel, nem nyusz, mered. Nyusz. Úgyis megbuksz. Ott fúgy a tejet, ott fúgy a gyárba. Így már biztos, hogy meg fogsz bukni. Jó számot hívtál, Zsúl? Megcsiklandozom az orrodat. Na, jó, oké, nem vette föl. Mit lehet csinálni egy forgalmi vizsgánát? Én annyira én emlékszem, hogy a Mazda 626-ossal vizsgáztam. Hát, de menő! Egy Mazda 626-an. Egy Mazda 626, jó, de van köztünk 20 év. Ez mondjuk tehát, igaz. Hogy... És a biztonság kedvéért már előtte odaadtad a borítékot. Te fölültél a szekére, jobb oldalra. Feri, az egy stop tábla, hát itt meg kell állni, Tóni. Állj már meg, Tóni, húzd a száját, húzd a száját. Vagy a lóval rossz helyre, befogva, vagy te ülsz rossz irányban, gyerek. A Mazda 626. Sose felejtem el, annyira izgultam, hogy a lábam az így érezhető remegett a kuplungon. És az oktató mondta, hogy ő érezte a kuplung mozgásával, hogy így járt a lábam. És aztán kimentem a forgalomba. Tessék? Ez ilyen valami epilepsziás rohamomban, vagy nem tudom, mire gondolom. Kimentem a forgalomba, gyerekek, és aztán azt valahogy ott úgy flottul megoldod. Hát véletlenül. Nyilván egy kisebb boríték azért csúszott a vizsgabíró kezébe, beszállás előtt. Úgyhogy meg volt oldva. Becsuktad a szemed és gázlott. Meghúztuk a felesüveget, én is az oktatom is. Bevertünk két konyakot, ugye, a kony mögé gyorsan bevertünk két konyakot. De mi, te emlékszel, hogy mi volt a forgalmi vizsgádon? Én még arra sem emlékszem, hogy merre mentünk. Én Orosházán vizsgáztam, arra emlékszem, hogy ott csináltam. Hát ott üresek az utak. Zenebáns meg Orosházát, úgy, ahogy van, teljesen jó, korrektül közlekedhető. Amikor én vizsgáztam. 200 méterre, ott van egy skola. A skolában mi voltunk? Kerüljük azt a lovasszakeret. Nyilván kerüljük ki. Úgyhogy emlékszem mindenre, hogy merre kellett menni, meg volt egy ilyen feladat, hogy most akkor azonnal parkoljon le, így meglepetésszerűen bedobtam. És lovaskocsival be lehet tolatni? Mint az állat. Szekére be tudsz találni? Hát, de mi tolatnak a lovak? Y-ba. Hogyne. Y-ba persze, hogy tolatnak, nagyon szépen meg tudják csinálni, és akkor ennyi volt. Ennyi, köszönjük, Ferenc, megvan. Tőlem, ez én időben még úgy volt, hogy volt külön tampája, ahol vizsgáztál, van, hát és aztán kint a forgalomban. Ugye most már egybe van. A rutin, így van a rutin. Vizsga, azt meg kell csinálni, ott volt a betolatás, meg a patka mellé állás, meg ilyenek. Nálunk ugye a patkolás, de azt megcsináltad ezeket a dolgokat. Patkolás mellé állás. A patkolás mellé állás. Igen, patkolás, a lóbefogás, ez abolás, lehetetés, nyergelés. Így van, és akkor utána mehettél a forgalomba. Persze, volt ilyen. Igen. Nem Macuda 626-tal vizsgáztál, de egyébként Macuda volt, igen. Az erényév sokat számít, az erényév. Akkor biztos nem húzzák meg, írja nekünk egy hallgatót. Köszönjük szépen. Suzuki-n van, de ma oké, mentsük meg magunkat. Ma buszra szállok a köműves szerszámokkal, vágóképpel és az egy zsák ragasztóval.
ez már ugye az autómentes, jó, autómentes napra. Igen. Én minden reggel autóval járok, de, de minden reggel vonattal járok, de ma autóval jöttem. A forgalom szerintem elfogadható. Igen. Mikor lesz már végre bringamentes nap, amikor végre az autósok mehetnének normálisan? Mindig megvan ez az utálat. Uha, igen, van egy pici kísértettség. Én letettem az autótraktorral, mert egy Gyuri nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük. Vagy a vizsgát, vagy a kocsit rak le, írta nekünk egy hallgató. Na, egy érdekes témával készültünk 7 óra utára, mert hogy felkerült az internetre egy olyan érdekes videó, ahol elvileg a videón szellemet látni. Na. Ez mindig egy érdekes dolog, hogy ki mit gondol, ki mit hisz erről. Ugye, ha Juli itt lenne, akkor hosszasan lehetne vele beszélgetni, mert ő nagyon hisz. Kakiló bácsiról. Ezekben, illetve volt neki egy csoszogó Kakiló bácsia az ő házában, aki mindig akkor csoszogott, amikor otthon volt, és ettől nagyon félt. Néha becsukta az ajtót, néha kinyitotta. Igen. Egyszerben volt a Credence-ben is, ugye az edények között. Igen, hangokat ad, és a bácsi folyamatosan csoszog, és egy ideje már Juliék ugye megszokták, és nem csinálnak semmit. Ez a videó egyébként önmagában érdekes, arról szól, hogy majd fölrakjuk a posztot a Facebookra, hogy egy zebrán ütnek el egy kislányt, aki egyébként egy fehér lepelben van. Miért vannak a szellemek mindig fehér lepelben? Miért nincs rajtuk soha egy Timberland kabát, egy Levi's farmer, egy ketchup bakancs, és egy, tehát miért vannak mindig fehérben? Úgy jó, néz ki. Szerintem csúnya szellem, és azért fölvesz magára egy ilyen. Aha. Nem? Kicsit közhelyes a szellem ábrázolás, mindesetre a videó egészen jól néz ki. Mexico Cityben készült a felvétel szeptember 18-án, éjjel 2 után. Miután feltöltötték a YouTube-ra, többen írták, hogy ők is látták magát a jelenséget. Az eddigi vizsgálatok szerint az utóbbi időben azon a zebrán nem történt olyan halálos baleset, amelynek áldozat a fiatal lány lett volna. De azt mondtad, hogy lány, ha fehér le van takarva fehér lepellel. Hát a feje az látszik. Ja. A feje az látszik, igen. És az látszik, egyébként döbbenetes a videó, hát most igaz vagy nem tudom, hogy megjelenik egyszer csak egy fehér lepelből öltözött lány a zebrán, és egy autó úgy, ahogy van, átmegy rajta. Először csak az árnyéka látszik, majd amikor világosabb lesz a kép, akkor a sziluett is teljesen kitisztul, és hát az autó úgy, ahogy van, keresztül megy rajta. És az autós nem látta, vagy nem érezte? Hát azért elém lép egy vasalatlan fehér lepedő, érted, egy lány fejjel, hát azért csak belesatuzok, nem? Sose fog kiderülni, amíg ilyet mi a saját szemünkkel nem látunk, hogy ez most igaz vagy nem. De hát most igen, de itt voltak azért szemtanúk. Tehát, hogy mindenki látta Santa Maria ezt. Trestekilla. Csak, érted, csak az autós, ő nem látta? Vagy amikor szellemet látsz, akkor gáztat? Hát lehet, hogy tudta, hogy szellem, és így tudta, hogy simán átmegy rajta. Igen, hát ez egy mindennapos dolog. Minden reggel átszokott menni ez a szellem kislány ott a zebra. Na, mi arra gondoltunk, hogy felhívunk egy szakértőt, és megkérdezzük, hogy elvileg ez lehetséges-e. Szerintem mi már vele beszéltünk, nem? A mexikai közútkezelőt? Tessék? A mexikai közútkezelőt, hogy vannak-e arra szellemek? Nem, őt Nadinnak hívják, és ő volt az, aki Juliához is kiment, hogy megtisztítsa a teret Juliéknál. A Nagyidat felhívja. Nadin. Csinálta hétvégére túros fel a csintát, Nadin. Hát én Nadin, mit vannám vonalmat? Szia, Nadi! Felhívjuk Nadint, és megkérdezzük. Ő micsoda egyébként? Mindjárt megkérdezzük. Látó, biztos. Látó. Nadin, halló, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, Nadin vagyok. Nadin? Nadin, igen. A jósnő és médium. Mi vagyunk a médium, nem? Médium. Jó reggelt. Kinek a kezébe vagy már te is, mint médium? Abony Árpád? Nem, szellemekkel foglalkozom. Te független médium vagy Abony Árpád kezében vagy? Jaj, nem, ott még nem tartom, köszönöm szépen. Na Nadin, te láttad ezt a videót, ezt a mexikói videót? Megmondom őszintén, Balázs, én nem látom a videót, viszont ugye én ezekkel foglalkozok, ugye a szellemlényekkel. Felkészült szerkesztői munkáról teszünk tanúbizonyságot, hogy nem küldtük át neked a videót, miközben felhívunk, hogy szólalj meg, vagy témában. Igen, mert ugye nemrégibe keltem föl, itt gyorsággal kaptam a telefont. Hát mivel, hogy csak annyit hallottam itt a adásban, hogy miről van szó. Hát figyelj, ezek egyértelműen léteznek. Tehát ugye én ezzel foglalkozom. Várjál, Nadi, ne rohanjunk egyet. Kik? A szerkesztők? A szerkesztők, akik nem küldik át a videót, vagy a szellemek?
A szellemek, szellemek léteznek, léteznek. Tehát elég jó lehet őket fotózni, elég jó lehet videót készíteni róluk. Nagy részben az, amit én tapasztalok, ugye, hogy sötétbe az kiemelkedően jó fotogének mondhatom azt. Hát a fehér lepedő miatt. Miért vannak egyébként fehér lepedőben? Ez nem fehér lepedőben vannak. Ez egy nagy tévedés különben, mert valamikor ugye úgy ábrázol, úgy jelennek meg, mint hogyha húznak valamit maguk után. Tehát ez inkább ilyen fehér, fehéres, ezüstös színekbe szoktak jönni, de teljes egészében kivehető, hogy kislányok, vagy halott katonák, tehát rengetegen maradnak itt föld közelben. És, de honnan tudod ezt? Tehát, hogy te látsz ilyet, vagy te foglalkozol látok, ezzel? Igen, én látom, hát ugye azért vagyok médium, mert én látóként üzemelek, tehát ugye az elhunytakkal szoktam beszélni, és de ezt ők is tudják, vagy csak te beszélgetsz velük? Ők is tudják. Tehát, hogy válaszolnak. Tehát igen, ez egy szeánszon belül működik. Tehát ugye nagyon sokan járnak hozzám, nagyon sokan voltak nálam, és ugye én mindig azt mondom, hogy én garanciába teszem az első 20 percet, hogy olyan információt mondok nekik, amit senki nem tud, csak ők. Már milyen garancia? Pénz visszafizetési garancia? Igen. Ez egy szolgáltatás. Így van. Tehát addig nekem az illető nem fog fizetni, amíg én olyan információt nem mondok az elhunytakról. Na várj, hogy néz ki nálad egy ilyen szeánsz? Tényleg érdekel egyébként, nyilván az ember kérdez, mert laikus, én nem voltam még ilyen szellemi néző szeánszon. Tehát valami olyat kérdezeltem meg az illető, mint a halott rokonáról, amit csak ő tudhat, te nem, és utána ezt neki megválaszolod? Így van, illetve lehívom a elhunytnak ugye a szellemét, a lelkét, és ő elkezdi mondani a múltbéli dolgokat. Honnan hívod le? Fönt, ugye univerzumban vagyunk, tehát ilyen dimenzióváltásokról beszélünk, és ugye vannak azok, akik itt ragadtak föld közelben, és vannak ugye, akik már fönt vannak az univerzum. Keringenek a Rókus kórház körül, vagy mire gondolsz? Pontosan. Temettőknél, Rókus kórháznál, figyelj, november 1-én, meg ugye ünnepnapokon, itt december 24-ét is ideértve, tehát nagyon erősen itt vannak föld közelben, és olyankor rengeteg fotót tudnak az emberek csinálni, rengetegen érzik, hogy példát, hogy mit kérdeztek, eljött hozzád egy rokon, aki szeretett volna beszélni, mint amin az anyukájával, és akkor te megkérdezted, hogy hova rakta a karácsonyi eszcájót, és akkor elmondta, hogy igen, nem tudom, a bal kettes fiúkban, kislányom ott van az ezüstét készített. Hazamet, és tényleg megtalálta, csak kíváncsiságból. Igen. Tehát azért ez így működik, hogy én akkor, Balázs, én akkor tudok hiteles információt adni nektek, hogyha kimondottam, megmondok neked olyan dolgokat, hogy az elhunytal kapcsolatosan, hogy csak mondok, amit milyen betegségbe halt meg, kórházban, otthon, milyen ruhát hordott, hogy nézett ki, mi volt a stílusa, a karaktere, mit csinált életébe. Ettől lesz hitelessé. Igen. De ezt mondod te el a halottról? Uh-huh. Vagy igen. Ők nem beszélnek, tehát akik eljönnek hozzám, ilyenkor nem mondanak semmit, csak azt kérik, hogy Nadine, mondjál nekem valamit. És én azt szoktam mondani, jó, akkor nézzük, hogy akkor az elhúgy, mit mond nekem. Elnézést, én csak a postás vagyok, a nyugdíjat hoztam, te meg megfejted addigra, hogy igen, múlt héten veszett el, nagyon fontos volt önnek, piros kovát volt meg. Ma 2500 forint jattot kapott, de ebből nem volt be egy fillér sem. Nem, azért ezt figyelj, ez egy teljesen komoly szeánszon belül megy, tehát én ott egy, ugye 18 éven felülek jönnek be, tehát én gyereket nem szoktam beengedni alapból, mert a gyerekek látják az elhunytakat, tehát köszönnek nekük, beszélgetnek velük némelyik, aki ilyen nyitott csatorna. Ugye ez a képességem nekem gyermekkorom óta megvan, tehát ugye én ezt folyamatosan használom. Gyerekkorod óta látod a szellemeket, azt igen, mondod? Igen. Tehát én nekem van. Kommunikáltál is velük, vagy beszélgettél velük? Így van. Én ezért kaptam intőt, mai napig megvan, hogy ugye intőt kapok, hogy ugye megsértegettem a tanárnőt, mert azt mertem neki mondani, hogy meghalt a nagypapá, és ezt is ezt üzeni. És egyből intőt kaptam. Köszönöm szépen. És akkor nem tudtam úgy felfogni, de mondták, hogy semmi baj. Azt hitték, hogy kettős vagyok, de hála Istennek nem, mert... Ha Rákosi Mátyás, na, ahhoz kezelni. Rákos Kertes. Igen, de nem, de ezek teljes egészében működnek. Figyelj, akik itt maradnak föld közelben, ugye azért kétféle van, tehát ugye csak mondok egy példát, vagy védőként óvnak minket, segítenek nekünk, azt akarják, hogy tényleg óvnak, tehát vigyáznak ránk. A másik oldala, a rosszabbik oldala, ugye van ezek, akik ugye alkoholisták voltak, drogosok voltak, vagy netán öngyilkosok lettek, hogy itt maradnak, és megpróbálnak energiát meríteni belőlünk, hát ugye ez sajnos egy negatív élménnyel jár, mert ugye itt egészségügyi romlás,
akkor úgymondván elmezavar léphet föl, tehát azt hiszik, hogy az emberről, hogy úristen, skizofrén lett, paranoid lett, tehát... még egy rozét, Balázs. Igen. De rossz komolyan, rossz. Tehát van olyan, hogy ugye ül bent nálam ügyfél, és kollégám, hogy úristen, ebben kettős lény van, hát ez nem normális, tehát ilyenkor vagyunk egy páron, mert ugye Magyarországon nem sokan csinálják, hogy az emberből ilyenkor kiszedjük ugye azt a plusz lényt, mert valahonnan ezeknek a lényeknek táplálkozni kell. Én is mikor rákuporodok a budira, mindig úgy érzem, hogy egy plusz lény van benne. És aztán mindig kiabálok, mert bárki ez már szerint, akkor hozzád is, nagyon szed ki belőle. Úgy érzem bennem, majd se kilomért törvénytelen. Nem ilyen rövő. Nyilván nem, persze. Figyelj, és a jövőbe is látsz egyébként? Te látod a jövőt is valamilyen szinten? Igen. Tehát amikor eljönnek én hozzám az emberek, akkor én ugye megnézem, hogy mi várható nekik az elkövetkező időben. Ugye, mit tudnak rajta javítani. És most nem tudsz belenézni valami gömbbe? Mert nekem most nagyon fontos kérdés. Nincs gömböm. Nincs gömböm. Miből? De miből? Te csak így lejön az info? Tehát... Persze. Hát tudod, úgy lefolyatják, mint a vizet a csapba, tehát úgy folyatják át. Amíg a gömb a hülyéknek való, abból Újpádre dolgozik. Persze. Tehát az, nem, hát Újpádre nem kell bántani. Nem bánt, én imádom, jóba vagyunk. Nem, hát mindig tudja, hogy kicsit szívjuk a vérét, de... Figyelj, két kérdésem van. Az egyik, hogy meg lesz a 250 ezer lájkom november közepéig. Mondd, hogy nem. Nekem az az érdekel, hogy ne legyen meg, mert akkor fönt kell maradnom a Facebookon. Ha meg lesz, akkor maradnom kell, ha nem, akkor törölhetem magam. Mindenkinek fizetek, hogy fönt legyél. Hidd el nekem. Most kivel vagy te? Hát komolyan mondom, kivel vagy te. Most kezdtelek megszeretni, mehetünk tovább. Meg mi a másik kérdés? Másik kérdés. Mi lesz a frekvenciával? Frekvenciával? Minden rendben lesz? Minden rendben lesz. Aha, fogunk rádiózni november... november után? Rádiózunk, hallgatunk titeket, minden rendben lesz. Hát ti nem hiányozhatok a rádióból, úgy, hogy én sem, a köztudatból, tudod. Jó, de szép. Igen. Oké, figyelj, nagyon érdekes beszélgetés, mert ugye az ember kérdez, mint laikus, te válaszolsz, aztán nagyon sokan hisznek neked, nagyon sokan mondják azt, hogy hülyeség, nagyon sokan tartanak, nyilván ezt te is hozzászoktál, kicsit tényleg kettősnak vagy bolondnak. Én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mint mindenki a saját meggyőződése szerint gondol erről valamit. Az is lehet, hogy te valóban kommunikálsz velük, az is lehet, hogy nem kommunikálsz, szerintem néha ezekről azért így lehet beszélni. Aztán majd mindenki dönt meggyőződése szerint. Azért adom a garanciát, tudom? Tehát azért mondom, hogy üljenek le, én biztos, hogy 20-30 perc garanciát bevállalok, hogy ott nem tudok hiteles információt mondani az ember múltjáról, vagy az elhunytjáról, fölállhat és fizetés nélkül elmehet. Tehát én akkor nekem nem kell kifizetni a szolgáltatást. Viszont azt mondja, hogy igen, Nadine, ez teljesen helytálló, akkor megyünk tovább, és akkor onnantól kezdve nem kérdés. Ja, figyelj, még egy kérdés. Onnantól viszont dupla lóé. Nem. Jó az üzleti. Szimpi vagy egyébként, én bírlak, szóval így szimpatikus vagy. Hát aztán mindenki eldönti. Mondja, Jani? Csak még egy kérdés, hogy Viki tud a balatoni trani partikról? A Viki az én feleségem, és a Jani lefordítva arról kérdezett, hogy tud-e arról, hogy travikkal mulatom az időt Balatonon. Egy fenyvesi faházban, persze. Ja, értem. Én a Vikinek mindent fogok látni. Hogyha megkér, hogy Nadine lássál nekem, én mindent fogok neki látni. Jézus Isten, akkor meg kell, hogy jöjjelek. Akkor mennek az embereim, Nadine. Ne arra, hogy el kell, hogy tegyenek lábaló. Jó, köszi. Nem baj, odátról jövök. Hiszen odátról is. Jézus Isten. És majd csak azt látják az emberek, hogy megyek valahogy, és így hesek. Na jó, oké, figyelj, hát köszönjük. Nézd meg a videót, kíváncsiak, hogy mit mondasz. Jó, felkészült szerkesztőnk átküldi neked akkor, hogy a beszélgetés után meg tud nézni, amiért felhívtunk. Jó, én megküldök neked egy fényképet, hogy azt lássátok, hogy nagyon jól lehet őket fotózni is. Jó? Már miről küldte? Van fényképed? Van egy kórházi felvétel, egy ápolá rajta, és mögötte van egy halott katona. De te csináltad, mert nekem ezeken mindig az a bajom, hogy én szeretnék olyat látni, hogy ezt valaki készítette, nem internetre föltölti, nem YouTube, nem. Tehát, hogy valaki ezt a saját gépével készítette. Saját gépével készült, itt a barátnőmék csinálták meg, és átküldtük, hogy úristen, Nadine, hát ez most micsoda. És mondtam nekik egyértelműen, ugye ő egy homogén szellem köz, tehát ugye ez Tehát ez szellemköd, úgy, ahogy van, és akkor onnantól leírtam nekik, hogy ugye ez az ember ez itt maradt, itt ragadt, és akkor sajnos ez kórházon belül van, tehát ez a felvétel kórházon belül készült, lehet, hogy fölteszem nektek oda a Morning Show oldalára. Megnéznék, szívesen, dob be nekünk, megköszönjük. A Balázs új Facebook oldalára, de jó. Morning Show-ra, oda. Jó, Morning Show, beteszed, vagy berakod, akkor azt megnézzük, köszi. És írd meg, hogy apám hová ásta az autó nyereménybetét könyvet.
Janinak az édesapja egy nagyobb készpénzösszeggel távozott, és azóta ezt keresi a kertbe egy fémdetektorral állandó. 200 négyzetméter, tudod mennyi volt, vagy négyszögölt, mennyi idő volt megfelelni. Nari, csokoltatunk, puszi, köszönjük. Köszönöm szépen, ciao, hello. Hello, hello. Kutya fáját. Én is beszállok el, makkal fogok jósolni. Az jó, az látványos. Ezt, ugye? Kiteszed, paf, van erre, mutat, kész. Hát, hogy, na mindegy. Figyelj, arra azért tényleg kíváncsi lettem, hogy hányszor játszottál azt, hogy a takarékbetétkönyv nem oda volt elásva, ahol mondta, és közvetlenül nem is. Egy 400 méterrel arrébb még diófa alatt találjátok. De nincs is diófánk. 10-ből szerintem 9-szer ezt kérdezik meg. Vesz, biztos, hogy és hogy van a kedves mondom, mindegy, nem is érdekes. A betétkönyv, hova rakta a betétkönyv? Figyelj, ez megint érdekes, mert én közben nagyon sok külföldi médiumról olvastam könyvet, akik viszont meg szenzációs dolgokat jövendöltek, meg most jósoltak meg. Tehát, hogy... De mi a világtörténése? Igen. Van egy Edgar... Nostradamus nevű. Igen, egy Nem, van egy Edgar Case nevezetű csávó, vagy volt. És ő azt hiszem, talán a századforduló élt, brutálisan jó könyvei vannak, ő is egy hasonló médium volt, és el tudtál hozzá menni, és tulajdonképpen becsukott szemmel mindenféle információt rólad, a felmenőidről, a jövődről, a múltadról úgy ontott magából, hogy nem volt kérdés. Vizsgálták, tudományosan vizsgálták, tudósok, pszichológusok, mindenki, és nem tudták, hogy tulajdonképpen honnan kapja az infót. Elképesztő. Nagyon sok könyve van magyarul, érdemes elolvasni. Cajce, így írják. Edgar Cajce. Csak mondom, ha nem félek attól, hogy a kezedbe veszed ezt a könyvet, de hogy például az ember egy ilyet elolvas, és akkor ez basszus, hát azért ebben lehet, hogy van valami. Nem mondom, hogy Nadim van is, de nem tudom, azért vannak híres médiumok a világban. Biztos, hogy csomó dolgot meg tudnak jósolni előre. Látom a jövőt, látom, hogy a keskeny nyomtávú eljut Bicskéig. Azt nem kell vizionálni, az már papíron ilyen megvan. Megesség. 7:30 múlt pontosan 9 perccel, jövünk mindjárt. Ákos híre után. Háromnegyed, 8 múlt, pontosan 4 perccel, szellemekről, entitásokról, csatornákról, Nadiról beszélgettünk itt a hírek és a reklám alatt. Mindenkinek van valamilyen tapasztalása ezügyben. Ugye egy mexikói videóról beszélgettünk, amit feltöltöttek az internetre, ahol elütnek a zebrán egy kislány, majd felhívtuk Nadint, aki szakértőnek mondja magát, egyébként nagyon sok SMS jött, hogy Nadinhoz érdemes elmenni, és tényleg mennyire jó. Igazolták, tehát valóban így van. Én voltam Nadinás, egy Bújka Antalnál is, egyébként ő is egy nagy szaktekintély ebben a témában, már azt hiszem nem csinálja, és elképesztő élmény volt, azóta hiszek ezekben a dolgokban. A lányom mindig megérzi, ha baj van valamelyik hozzátartozójával, 19 éves, és hihetetlen dolgokat tud mondani. Szóval a dolog érdekes, szerintem azért jó róla beszélni, mert nem szabad egyből azt, hogy hülyeség, és áttekerni, vagy átkapcsolni, kikapcsolni a rádiót, hanem meghallgatni egyfajta más meggyőződést, vagy állapotot, nem? Aztán az ember eldönti, hogy ez neki tetszik, vagy nem. Minden esetre érdekes a dolog. Edgar Case hipnotikus álmai során mondta el megállapításait, megérzéseit, diagnózisait, jóslatait, amelyet egy gyorsinóló jegyzetre, ezek között szerepel, hogy Sebestyén Balázs Facebook profilja egy nap alatt eléri az 50 000-es követőt. Jaj, de tudtam, hogy becumizott. Olyan megerősítés. Nem, mert végig olvastam előre, hát ilyen amatőrnek nézett engem, hogy azt rászaladok csak így egyre. Láttam én már, hogy milyennek a vége, azért olvastam meg. Facebook profiát eléri egy nap alatt az 50 000-et, igen. Hát ez megtörtént. 53.659. Kicsit tempózzuk meg a 100-ast holnapra, srácok, hogy cumizni fogtok. Nem lesz az meg. Szerinted. Gyerekek, 100-nál jön a lassulás. Nem lesz meg a 250 000 novemberig, úgyhogy egy halk delete gombbal távozom majd a Facebookon. De nem tud törölni, csak kilépni. Na, jól van. Itt többeknek kedve támadt elmenni Nadinhoz. Egyébként. Én lehet, hogy elmegyek hozzá, most csak kíváncsiságban. Én lehet, hogy komolyan mondom, megnézem és beszámolok nektek, hogy milyen volt. Hogy most én elmegyek hozzá. Nem igazi, hogy egy szélhámos vagy tényleg egy úgymond egy látó. Nekem nagyon meggyőző volt az alapján, ahogy előadta magát. Tehát, hogyha vagy azt mondom, hogy egy meggyőző jósról szeretnék beszélgetni, kb. Így képzelem el, mint őt. Mert hogy
nagyon meggyőzően tolta, nagyon flottul, nagyon lazán, nem nagyon remegett, meg nem nagyon hagyta magát kizökkenteni. Nem, mert megtettünk mindent. Az nem is volt sértődős típus, hála jó Istennek. Igen, sokszor van ez az önérzetes jós, meg médium, akitől kérdezel két kicsit viccesebbet, és nagyon magára veszi, és megsértődik. Nadi nem ilyen. Nadi nem ilyen. Az a baj, hogy te elmész, ugye, mert ő azzal kezdi, Nadi, hogy elmondja a te életedet, ami történt. Tehát tiédről mindent tud, hat az ember. Tehát te nem vagy jó tesztalany. 1999-ben szörnyű dolgok kerülnek az internetre. 2003-ban útjára indul a világhírű sorozat Balázsó, amit egy majom győz le. Mindenki azt hiszi, hogy ezt a videót egy technikus tette fel, de nem. Karriert épített vele a videó főszereplője, hogy mindenki róla beszél. Igen. Tudom, hogy te tetted fel ezt a videót, Balázs. Nem, ez csak téved, és nem én voltam. De én voltam, és már nagyon meg. És Nadi nézni belőlem, hogy én tettem fel az épluszos videókat. Én nem nagyon tudnék mit kezdeni az elhunyt szeretteim, mert olyan értelemben, hogy nem tudnék tőlük nagyon mit kérdezni. Félelmetes tehát, lenne, mit? Ha azt mondja, hogy tényleg ott van apád. Mi van? Nem? Tehát, hogy... Fú, nagyon kemény gyerekek, ez nagyon kemény. Ez kemény okay. dolog. Ha ténylegesen bűnkerül. Meg mit kérdezel, hogy mi, van-e kőbányai a túloldalon? apa, tudsz-e? Nagyon szereted a kőbányai, tudsz ott is sörözni, apa? Szóval, hogy... De nem, hát nyilván, fecske, ha nem tudsz mit kérdezni... Van, vagy csak Sofi, hegyeserős van? Igen, igen, de hát azért nem mindenki így búcsúzik, meg nem mindenkinek így megy el. Tehát van, aki hirtelen, vagy gyorsan, vagy vannak még lezáratlan dolgok. Hát egy csomó kérdésed lehet még igazából. Ha azt meg tudtad gyászolni, el tudtad temetni, volt egy idő, amíg felkészültél, hogy elveszíted, az oké. Illetve hát az talán könnyebb, nem oké, de könnyebb. Tehát nagyon sokan azért egyik pillanatra a másikra távoznak, hát ott azért rengeteg kérdés lehet. Nem? És, igen. De nem tudom én sem. Ha nem azt a választ kapod, például volt az életemben valami, amivel a faterral összezördültünk, megkérdezem, hogy megbocsájtottál, apa? És azt mondja, hogy nem. Akkor érted? Na de ő már egy entitás elvileg, hát ő már azért így egy ilyen spirituális állapotban valószínű azt válasz, hogy igen. Aha, mert hogyha egyébként azt mondja, hogy nem, akkor görgetem tovább hát, az életemben a dolgot. Feri, elfelejtettem neked megmondani, hogy mi volt annak az oka, hogy én csak 170 cm magas voltam, és vörös hajú, te pedig 190 cm vagy. Köszönöm, ennyi! Lejárt az egy óra! Így van, meg vagyunk! Igen, apa, hogy lehetek én 190 cm-kor, te 140. Sajnos lejárt az egy óra egy pillanatban. Azt talán megnyugvás lehet, hogyha azt hallod, hogy jó helyen van idézőjelben. Tehát, hogy így nem? De sok ember valószínűleg ezért is megy el, mert nem feltétlenül azért, ez is egy teljesen jó ok lehet, hogyha mondjuk hirtelen ment el valamelyik szerette, de hogy meggyőződjél arról, hogy úgymond van túlvilág, és hogy jó helyen vannak a szüleid, nagyszüleid. Igen, abszolút. Ez egy jó érzés lehet. Abszolút. Na jó van, hát meglátjuk. Majd elmondom, milyen volt. Jó. Lehet elmegyek hozzá kíváncsiságból. Játsszuk most egy játékot, itt van már is a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello, ciao! Mit mond, órára jelentkeztél, ugye? Jól gondolom én. Így van, így van. Így van. Laci, honnan hívtál minket? Lacinak hívnak. Sziasztok, Laci vagyok, igen, Sopronból hívtam. Megmondom, Sopronból hívtál bennünk. És Laci, igen. Laci, te. És mivel foglalkozol? Eladás, vezetés és üzletvezető helyettes vagyok. Hát akkor hétfőn, Laci, hétfőn magunkhoz ölelhetünk téged. Így van. Hát sajnos nem tudok ott lenni munkahely elfoglalását miatt, ezért is írtam, hogy hát hogyha. Yeah. Mivel személyesen sajnos nem fog működni a dolog. Nem tudsz odaugrani? De miért nem tudsz odaugrani? Hát mert korán kell indulnom sajnos, és nem megy. Nekünk is. Mi van? Igen, tudom. Csiripelünk majd. Hát nekem az sajnos nem tudom összehozni időt. Feri már ott lesz 3-4-6-kor, Balázs meg én, mert valószínűleg vele megyek már 6 óra 10-kor. Egy kávéra szeretettel. Nem megy sajnos. De nagyon jó kis videókat készülünk majd feltölteni az Instára egyébként, ahogy Janival mi ketten keressük a helyszínt. Kis videók formájában fogunk tudósítani. De nagyon sok kis... Facebookodra töltögessük. Vagy a Facebookra fogunk odaadni, és lehet videózeneteket fölrakni? Igen, lesz, és akkor már ráadásul 100 000 leszünk. Atya Isten, hogy elment a világ mellette, becsém. Na figyelj! Laci, van egy országunk és egy szólásmondásunk. Melyik legyen? Úgyis kitalálja már mindegy, igazából súlya nincs a játéknak, tehát előre mondom, van egy ajándékcsomagod. Hát szerintem ország. Ország? Jó, az így szól, hallgass meg, figyelj. Ketegis pölüf. Na? Jézusom. Ketegis pölüf. Ketegis pölüf. Mi lehet ez?
Tehát a telefonban teljesen más. Uh-huh. Végét kezd el fordítani vissza. Még egyszer tudom mutatni, akkor ki kell, hogy vegyük a bögrét. Jó. Ketegis pölüf. Pölüf. Pölüf és ketegis. Pölüf. Csak fordítsd. Különbségetek rá. Jó, de ne a lób. Hát a időn túl volt. Igen. Ajajajajaj. Hát most már majd megmondtuk neked szinte a megoldást. Hát igen. Azért telefonban teljesen más, mint a rádióban. Ez valóban így van. Hát így jártam. Most fogadjuk el. Ha hallottam, hogy Anna a hátulat kiabált, hogy ne. Én hallottam, hogy nem csak tolmással, mert hogy nagyon vastag az üveg. Talán nem hát fogadjuk el. Na jó, figyelj, jó, na, tényleg, de csak, tényleg csak azért, mert már komolyan mondom már. Nem jön ki, de akkor ígérd meg, hogy kinézel a kitelepülésre. Na, ennyit most tényleg jó, cserébe megérünk, hogy legalább egy perc odaugrasz, mert ez egy ilyen kegyelembögre. Hát megpróbálom. Megpróbálom, megígérni nem tudom, de megpróbálom. Csak kocsival oda kanyarodsz a térre, ugye nem lehet felállni rá. Dudász kettőt, Dudász és tudjuk, hogy te voltál. És jó, rendben, úgy lesz. Csak megpróbálom. Jó? Megpróbálom. Rátapadok a dudára. Jó, megpróbálom a lehet. Majd a főnöknek szólok, hogy kések. Hát, ha megérti. Igen. Jó. János is egy csomószor rátapad a dudára, csak ennek Móni nem mindig örül. Igen, ennek Mónika nem mindig örül, hogy János. Sok kolóval lehet leszenni. Imád ő is a dudára tapadni. Akkor még egy kicsit a hátamra fordulok, kapálozok a kis kezeimmel, lábaimmal, folyik a nyál a számból, de utána visszatapadok újra. Na jó, oké, köszi a játékot. Én köszönöm, további szép napot, és minden jó, sok sikert nektek. Remélem maradtok az éterben. Hát ezt mi is reméljük. Láss. Ciao, köszi. Sziasztok. Hello. 2 perc van, 8 óra jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Óvatosan, gyerekek, óvatosan. Én értem a humort. Oti, nehogy megsértődjön. Jaj, Oti, te. Oti, nehogy megsértődjön. Oti bátyám, de jó dal volt. Állítólag Pesten van. Inkognitó. Atya úristen, de durván hangzik. Állítólag. Picit éreztem leszállt is. A magángépével. Oh. Állítólag Pesten van. Még az is lehet. Csit. Hogy tiszteletét teszi nálunk nem sokára valamikor. Nehogy egy kitelepülésre jöjjön. Mire ő jetlegel, átáll, megszokja a pesti klímát. Az még 1-2 hét. Kitelepülés utára. Tudom én ezt. Nem turva. Ezért éreztem, hogy fura reggel magam. Először azt hittem, hogy azért, mert csíp a pisim, de akkor ezek szerint lehet, hogy Pesten van. Én azt hallottam, hogy Pesten van. Hú. A Four Seasons környékén látták. Már megvette. Egy songukú pizzával a kezében. Ment föl az elnöki lakosztályba. 2 playmate-tel. Szóval Pesten van. Úgyhogy ki tudja. Ki tudja, mi lesz ebből? Még az is lehet, hogy elvállal egy fellépést. Meg lehet vele állapodni. De hol? Az arénába. Megnézem a naptárjukat, hát ha van valami, egy ne tud ki fellépni. Meglepetés vendég az arénában, igen. Hát, ugye, egy jó kis scooter és a Back in the UK? Hát, ez te. Az a hangszín. Figyelj, én értem, hogy ez mennyi 20 éves ez a dal? Megmondom neked, ez ilyen 94-es, 5-ös, 3-as, 2-es, valahogy 22, úgy. Igen. Azért akkor már lehetett rendes szintetizátor kapni. De imádták. Jó, hát imádták. Na, figyelj, pörög mindenki az SMS falon is. Ez jó cím is, ez a Back in the UK. Mondjuk egyébként, mit tudom, Back in the Steyrország. Mondjuk az hitelesebb lett volna tőlük, de hogy ez a Back in the UK, ez mindig így jó.
Ez egy jó kis dal, igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, megnézzük, mi helyzet az utakon. M7-es Kaposvár Balaton elejé lehajtó előtt mérnek, Flórián Tamás küldte nekünk. M0-as a Soroksár lehajtótól Dunahét felé jelentősen torlódik, lépésben halad csak. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami. Árpád hídó, jól lehet haladni, minden oké, az M3-oson nagyon lassú a bejutás, ezt is SMS-ben kaptuk, az M7-es 84-es kilométerénél van trafi, figyelje mindenki, ez Balaton felé van, és Üllői út Pestről kifelé a reptéri gyorsforgalma előtt szintén trafiznak. Baleset történt az M0-as Szigetszentmiklósi lehajtójánál Győr felé, már most nagy a sor, ez pedig Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Na kérem, szerintem elérkezett még a pillanat, a hallgatóktól az ötletet, hogy mi legyen Sebestyén Balázs igazi hivatalos oldalának első posztja. Mert ezt elindítottuk tegnap, ugye a 250 ezer lájkot, ha eléri Balázs, akkor marad a fészen, ha nem, akkor törli magát, de hogy egyelőre poszt még nincs rajta, ami saját. Nagyon jó. Mi legyen? Egy dupla kép, trimmelés előtt, trimmelés után. Jó az ötlet, nem akarod te meghatározni? Az a baj, hogy ez nem Insta, tehát az Insta letiltják, 2 perc alatt az ilyen típusú képeket, utána nem lehet látni fészen már. Is, nem? De a fészen valószínűleg meg volt, előbb történne egy pár megosztás, nem sok, mit tudom én, egy 6-8 ezer darab. Azt már utána le nem szeretne. Soha le nem szeretne sehonnan. Szóval, hogy áll ez az oldal? Mi van most? Hát 60 ezer szerintem. Nem, nincs még 60 ezer. Egy 10-est összeszedtünk reggel óta. Nincs még 60 ezer. Nincsen még. Azt mondja, hogy 54.552. Szerintem egyébként 10-ig meg lesz a 60 ezer. Ebben szinte biztos vagyok. És a hallgatók is. Akkor azért az azt jelenti, hogy az első nagy felugrás után lassulunk. Lassulunk. Hát nem, 24 óra alatt. 24 óra alatt lett 50 ezer nagyjából. 24 óra alatt lett 50 ezer. Így van, ha holnap reggel 100 ezer van, akkor nincs lassulás, ha csak 80, akkor van egy pici. Tehát akkor mi nekünk több erőt kell belefektetni, Jani. Nektek kell több erőt belerakni, mert nekem ugye 250 előtt, 249-nél is, én még november közepén törölhetem magam. Így ugye van. Ez a deal. Így mentem bele a fogadásba. Már befoglaltuk az óriás plakát helyeket, tehát meg lesz. Kérjétek, a Facebook oldalt. Nem, aki szeret és aki velem van, az most ezt nem lájkolja. Uh-huh. 60 ezeren vagy 55 ezeren már nem szeretne. Így van, és van ebből még pár. De nincs posztom még, úgyhogy... Lesz valami nem tudom, valami klasszikus kellene feltenni. Tehát, hogy a lopóval ott botorkálsz a bordok között, és keresed az óbort vagy. Na, igen. Jó, hogy a hallgatók döntsék el. Hát nem, mert azt mondtuk, hogy az első az legyen az. Ez ahogy elérjük a 200 ezer darab követőt, tehát nyilván ez a hallgatók érdeme alapvetően, legyenek ők azok, akik meghatározzák, hogy mi legyen az első poszt. Mi az életednek az a szegmense, amire a leginkább kíváncsiak? És ez alapján döntsék el. És akkor te várj, most jön 100 SMS, akkor hogy döntöd el? Tehát, hogy... Amikor számlát tölt ki az RTL-nek. Azt akarom látni. Állományban vagyok. Nincs számla kitöltés. Szóval, hogy döntöd el? Vagy most mi nem értem? Tehát most jön 100 SMS, és... Hát és a legizgalmasabban, tehát az a fontos, hogy persze, egy hallgatói legyen, egy hallgatói felvetés legyen, ez az egyetlen fontos kritérium számunkra, onnantól kezdve a hallgató kreativitására van bízva. Uh-huh. Jó. Oké, drága hallgatók, nincs itt egy klímakapcsoló, nyissum ablakot. 23 fokon van már. Elkezdtél izzadni, mi? De nem, ennyire nincs itt levegő, hogy megőrülök, komolyan mondom. Igen, folyik róla a víz, elkezdtem szorongani, hogy már mindjárt 60 ezer vagyunk. Jó, a 60 meg a 250 között azért még baromi nagy különbség van. Ez igaz. Ez igaz. Tehát ott még azért van különbség. És a 0 és a 60 között is, de csak mondom, hogy cirka 24 óra alatt értük el a 60-at majdnem. Balázs, én veled vagyok, írja egy hallgató, de inkább lájkolom. Ezt szeretem, az ilyet. Vali foszoljon Bereckivel egy selfie-t, ez Boti küldte nekünk. Remélem nem lesz meg soha, kassz a Tibi. Ő elég pro a Facebookozásban, írja valaki. Elég pro a Facebookozásban, igen. Na jó van, oké, hát majd mondjátok, hogy mi legyen az első poszt, ezt rátok bízom, ez a ti bizniszetek. Jó? Tehát ezt ti intézitek. De csak és kizárólag mondom, csak az első posztba szólhattok bele. Uh-huh. Nekünk elég ez is. Utána már nem mondhattok semmit. Na, drága hallgatók, ugye foglalkoztunk mi néhány héttel ezelőtt egy egész országra és minden lakosra kiterjedő egészségtérképpel, a kartorrendszerrel. Uh-huh. Ugye ez egy érdekes dolog. Igen. Volt, felvetettük, hogy a fenébe zajlik ez majd. Mindenkiről ugye szeretnének egyfajta nyilvántartást készíteni, hogy milyen betegségei vannak. És a dolog arról szól, hogy te elvileg beülsz egy rendelőbe,
és ott majd neked kérdéseket tesznek föl, fél óra alatt kitöltötte ezt a kis kartont, és állítólag azért szükséges, hogy egy átfogó képet kapjanak arról, hogy milyen állapotban van a magyar lakosság. És akkor mi próbáltunk tippeket adni, hogy hogy lehetne ezt gyorsan megcsinálni és gyorsan elvégezni. Akár úgy is, hogy mindenki megkapja ezt interneten otthon. Akár úgy is, hogy nem bent kérdez ki majd egyenként az orvos téged, hanem már a rendelőbe ki tudod tölteni, vagy eljuttatod e-mail formájában, vagy letöltesz egy applikációt, azt kitöltöd, visszaküldöd. És akkor ezek alapján sokkal gyorsabban megvalósulna az, hogy egyébként mindenkiről képet kapjanak. Hát és ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert azért valljuk őszintén, szülőként is, időnként, sajnos betegként is azért azt tapasztaljuk a rendelőkben, hogy enyhén szóval is kaotikus állapotok uralkodnak. Ráadásul azért az amúgy is meglehetősen túltervelt orvosokat, asszisztenseket, nővéri szolgálatot, stb. Még inkább leterhelni ez a dolog. Ha mondjuk nem olyan formában történne ez az adatszolgáltatás, hogy mondjuk tényleg egy app-et letöltesz, te küldöd be, stb. Tehát, hogy már otthon elvégezheted, felmész egy internetes oldalra, stb. Hát vagyom, már csak annyi van, hogy a rendelőben való üldögéskor papíron ki tudod tölteni. Mert mondjuk anyám hát, a 78 nem időre mész mondjuk. Igen, nem nagyon szoktunk, tehát hiába hívnak be, akkor is van várakozási idő. Anyám a 78 évével ezt az apos sztorit nehezen ugraná meg, és hát nyilván ő róla is kell ez. Akkor bemegy, és akkor, vagy mit egy ilyen közmunkás beülne, és akkor szépen tölteni mindenkinek. Tehát biztos, hogy van megoldás, a dolog az jó, nem? Tehát az jó, hogyha jobban látják az egészségi állapotot. Hát én ezt nem tudom. Biztos, hogy a dokik meg tudják igazolni, hogy miért akarják egészségesek emberek állapotát látni. Én nem értem, hogyha nekem semmi bajom, és nekem miért kéne képet adni arról, hogy nekem milyen alapvető bajaim lehetnek, meg a felmenőim, meg a örökletes betegségeim. Tehát majd, ha odaérek, akkor elmondom. De aztán lehet, hogy meg tudnak erről győzni, hogy ez egy jó dolog. Persze, mert úgy praktikusabbnak tűnik, hogy bemész az orvos, úgyis feltesz néhány kérdést az egészségügyi állapotoddal kapcsolatban, azt, hogy és nyilván ezeket a standard kérdéseket is felteszi neked, hogy allergiás vagy erre, arra érzékeny volt-e mondjuk, mit tudom, hogy szívbeteg a családban, stb. Tehát, hogy ezeket élőszóban is fel tudja tenni ezeket a kérdéseket. Aztán lehet, hogy praktikus, hogy ezek már el is vannak mentve valahol a gépén. Na, mindjárt megkérdezzük azt, aki ezt kitalálta. Vagy legalábbis a program vezetője, vele többször beszéltünk már, és akkor megtudhatjuk tőle, hogy mi vár ránk. Kell majd rendelőben órákat ülni azért, hogy kitöltsük ezt a kartont, otthonról lehet elküldeni. Mi célt szolgál, és milyen képet kapnak így a magyar lakosságról az orvosok? Pap Magor itt van velünk. Hello Magor, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Te a Rezidens Szövetség elnöke vagy még, vagy most már a program vezetőjeként erről lemondtál? Nem, már jó régóta nem vagyok a szövetség elnöke, hiszen szakvizsgáztam, és most már úgymond kiöregettem ebből a szerepből. Ó, dokikám, dokikám. Háziorvosként dolgozom. Háziorvosként dolgozol. Igazolást tudsz adni a gyereknek? Egy barátságos kérdés már így a beszélgetés elején, igen. Hajlandó vagy-e bármiféle törvényszegésekről? Figyelj, Magor, na most erre ugye mindenki felsikoltott erre a tervezetre, amit ti most itt kidobtatok, hogy majd órákat kell ülni a rendelőben, és töltögetni mindenféle papírokat azért, hogy ti képet kapjatok rólunk. Finomodott ez a dolog, vagy még mindig ez az alaphozzáállás? Az a helyzet, hogy a rakástévhit terjed erről az úgynevezett törzskartonról. Szerintem nagyon sok mindenki fejében még a nagy, hosszú fiók lebeg a szeme előtt, és akkor kinyitjuk, és benne van tényleg egy karton, és utána elkezdünk valamit kézzel tölteni. Most ehhez képest arról van szó, hogy ez egy korszerű egészségi állapot felmérés, ami már rég nem kézzel kitöltött, tartalmaz egy csomó olyan vizsgálatot, ami ahhoz kell, hogy minden klienst képbe hozzunk a saját egészségi állapotáról. Ne csak azt, aki benéz hozzánk, vagy nem csak abban az ügyben, ami miatt bejön és panaszkodik, hanem legyen egy rendszerszintű vizsgálat, ami számára fontos. Tehát adjunk neki egy tükörképet arról, hogy kedves páciens, te most milyen egészségi állapotban, milyen rizikókban, milyen betegségekben szenvedsz, és amikor azt tudjuk mondani, hogy több százezer fel nem ismert cukorbeteg van Magyarországon, akiről senki nem tudja, hogy ők azok, és sok esetben ők akkor jelentkeznek, amikor már látásromlásuk van, amikor már azt nem lehet érdemben gyógyítani, hiszen az erek a szemében már tönkre mentek, akkor bizony az, hogy ez időben kiderül és kezeljük, az ő életminőségét fogja javítani, de ha mondhatok talán egy szemléletesebb példát, hogyha van egy gépkocsink, azt is elvisztük rendszeresen műszaki vizsgára, és ez evidens számunkra,
és akkor kiderülnek azok a nyűgök, ami miatt mondjuk egy kanyarban esetleg szét tud esni körülöttük. Magyar, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy ez egyébként hosszú várakozással teli, a betegek részére várakozással teli kivizsgálásokat te még azzal megfűszereznéd, hogy aki egészséges, az üljön oda, és menjen be egy ilyen kivizsgálás halmazra. Hát napokat fogok ott ülni a váróban. Én biztos nem megyek. Egészen pontosan nem erről van szó. De akkor hogy akarjátok? Tehát eleve átlagosan naponta két kliens megvizsgálására van szükség, és nem a betegellátás keretében, hiszen ők nem betegek, vagy hát, hogyha van valami betegség, akkor egy olyan krónikus betegség, ami miatt gondozzák. Tehát, hogyha a Balázsba jössz hozzám, akkor nem a náthád és a magas lázak közepette fogunk megvizsgálni, hanem ettől tök elkülönített módon. Érted, aztán ez mint egy ilyen tüdőszűrés, hogy kap az ember majd egy behívót, és akkor bemegy megcsinálni a saját törzskartonját? Igen, de ilyen most is létezik, például, hogyha akkor is megnézzük az egészségi állapototokat, hogyha jogosítványt szeretnétek hosszabbítani. Tehát ott is szükség van arra, hogy vezetésre képesnek. Igen, a Google 10-et felraknak rád egy vérnyomásmérőt, meg olvasd le, hogy 72 villa erre áll 24-18-43. Azért az komoly orvosi vizsgálatnak nem mondanám a jogosítvány felmérésénél. Például egy EU-beg hosszabbítás azért azt... Tehát... Meg is vagyunk, mert határban lesznek. Tehát az a házi orvos, aki például legutóbb engem megvizsgált, hát... Nagyon kedves volt, röviden. Nagyon kedves, nagyon 4,5 perc alatt írta be, hogy további 34 évre jó jogosítványom. Tehát azért ez így ebben a formában nem egy komoly kivizsgálás. Értem, az az igazság, hogy sokszor nagyon egyszerű vizsgálatokkal lehet komoly betegségeket kiszűrni. Tehát egy vércukorméréssel meg tudjuk mondani több száz emberről, hogy beteg, vagy egy vérnyomásmérésből nagyon sok minden kiderül, de mondok még egyszerűbbet, ha benézünk valakinek a szájába, meg tudjuk mondani, hogy van-e ott valami kóros elváltozás, és miközben a világ élmezőnyében vagyunk, sajnos szájüregi daganatokban, ekközben az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan tudnak önvizsgálatot végezni. Tehát, jó, de akkor ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát mindenki kap majd egy behívót, és akkor bemegyünk, bekecsülünk valahova, területnek, kerületnek, megfelelő, nem tudom, rendelőbe. Két perc alatt felülfertőződünk. És akkor oda ti behívtok minket, itt egy tüdőszűrésre, elmegyünk, és akkor onnantól kezdve megszületik a kartonunk? Tehát hogy akarjátok kivitelezni? A helyzet az, hogy ezt a vizsgálatot egyébként a házi orvosok már 17 éve kellene végezzék. Tehát eddig is, hogyha nektek nincsen saját élményetek arról, hogy ilyen vizsgálatok történtek, az valószínű azért van, mert ez rendszer szinten nem működött. Tehát eddig is én azt gondolom, hogy a prevenció, az, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, hogy időben észrevegyük őket, az része kellett volna legyen a munkánknak, vagy hát azért néha most is a része, de egy csomó olyan páciens van, aki elkallódik, mert nincs a szemünk előtt. Tényleg, ha nem kopog be valaki hozzánk a rendelőbe, akkor sokszor nem jutunk, nem kerülünk kapcsolatba velük. Tehát itt arról van szó, hogy szeretnénk megfelelő időpontban invitálni a hozzánk tartozó lakosságot, hogy az következő 3 évben vegyenek részt egyszer a saját egészségükben. De mi történik utána? Nem értem. Egy vizsgálaton, ami alapján De mondjuk valaki bejön, mondjuk egészséges, és egy év múlva nem megy el, mert hiába fáj a torka, majd kiderül, hogy torokrákja van, akkor azért az egy évvel ezelőtti egészséges állapotát pont lehúzhatja a kukába. Tehát aki egészséges, ott mire tudtok rájönni? Találtok valamit, hogy mégse az? Vagy, tehát, hogy mitől fog ő aztán később elmenni, majd ha van tünete, ha benne nincs ez a fajta egészségtudatos gondolkodás, mert egyszer behívtátok? Rá 3 évre nem biztos, hogy bemegy, ha van valami baja, nem? Hát egyrészt sok százezer ember van, aki beteg, csak nem tudja. Ja, hogy őket akarjátok elsősorban kiszűrni. Másrészt több százezer ember van, aki beteg, már valaha tudta, de elhanyagolja, és hónapok óta, évek óta nem szedi rá a gyógyszert, pedig emiatt lesznek szövődményei. És akkor ezen fölül még van egy csomó mindenki, akinek rizikói vannak. Tehát nem olyan életmódot folytat, ami mondjuk az ő hosszú távú egészségben maradásához kell. Tehát az ő esetében is időben tudunk szólni. És én azt gondolom, hogy ennek a vizsgálati sornak az egyik legfontosabb része az, hogy tudatosítsuk a pácienseinkben azt, hogy ki mit tud tenni a saját egészségét. A vizsgálatot egyébként ápoló fogja végezni, az ő kompetenciájuk. Tehát én azt gondolom, hogy most a házi orvosi rendelésen sajnos a szűk keresztmetszet a házi orvos, tehát ránk kell általában várni. Hirtelen megérkezik 20-30 beteg, aki az orvoshoz akar, mondjuk egy akut betegséggel bejutni, akkor bizony tényleg tud több óra lenni a várakozást, de ettől függetlenül az ápoló egyébként ezt a vizsgálati sort el tudja végezni. De fölmerült részletekről az, hogy esetleg ennek egy része online is kitölthető, erre is hogyha az egészségpolitika úgy dönt, akkor lehetőség lesz, hiszen kipróbáltuk
ennek az eszköznek. Hát ez nagyon analóg, ez a jöjjön be, az töltse ki, tehát ez egy 30 évvel ezelőtti módszer. Tehát azért vannak applikációk, van online, van e-mail kérdőív, egy hát csomó mindent vissza lehet. Nyilván kell egy infrastruktúrális háttér, de ez a jöjjön be, és majd ott megvizsgáljuk. Persze, hát nyilván vannak konkrét tünetek, azt látnotok kell, de aki mondjuk egészségesnek gondolja magát, semmi tünete nincs, azt lehet, hogy egyszerű lenne csak így kitöltetni vele, aztán van valami, akkor bemegy. Persze, de mondjuk egy vérvizsgálatot mind a mai napig nagyon nehéz, nem analóg módon elvizsgálni. Így van, az e-mailben az nehezebben megy, itt van. Ebben tök igazad van. Igen. Na jó, hát figyelj, a törekvés az jó kérdés, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, de értem én nyilván, hogyha meg lehetne előzni a betegségeket, és már a korai szakaszban elkapni, az olcsóbb lenne az országnak, a társadalombiztosításnak, az államnak, tehát sokkal kevesebbet kellene gyógyításra költeni, ha időben meg lehetne találni ezeket a betegségeket, nem? Abszolút, és hogyha tudatosul bennünk, hogy mit tehetünk az egészségünkért, egyébként ha már a modern technológiák világában vagyunk, akkor van egy ingyenes applikáció, ami letölthető, ezt Mentának hívják, ami egy egészségnapló, ahol be tudjuk állítani a gyógyszerelésünket, szóljon a telefonunk, ha elfelejtjük, be tudjuk állítani a mozgást, az étkezést, visszajelez számunkra, hogy megfelelően csináljuk a dolgainkat. Tehát, hogyha kiderülnek a dolgok, akkor utána vannak olyan eszközök, amik tudnak a mindennapokban segíteni abban, hogy irányba tereljenek bennünket. De a legfontosabb az, hogy valóban, amit mondtatok is, hogy 2-3 évente lehet, hogy bejön hozzánk egy páciens, és akkor nem tudunk mindent rögtön akkor észrevenni, de hogyha szemléletileg beépítjük az ő gondolkodásukba is, az, hogy mire figyeljenek a saját egészségi állapotukban, a szájüregükben, mondjuk egy mellönvizsgálat esetén, egy csomó egyéb olyan feladatban, ami csak ő vehet észre, hiszen ritkán látjuk, nem is lesz lehetőség arra, hogy havonta bizonyos dolgokat megvizsgáljuk, akkor lesz igazából esélyünk arra, hogy életminőség és egészségi állapot javuljon. Igen, jöjjön be hozzánk, ha beteg azért, ha nem beteg, majd mi megtaláljuk, milyen beteg. Előbb-utóbb higgye el, ön is beteg lesz. Mindenki beteg lesz, előbb-utóbb jöjjön el hozzánk, ha nem akar beteg lenni most, mert később úgyis az lesz. Ez egyébként nagyon érdekes. Az egészséges embert azt különbözteti meg a nem betegtől, hogy az egészséges még nem beteg. A jelszó még. Ha nincs baj, majd mi találunk. Ez tényleg érdekes, mert ahogy figyeltem a ti gondolkodásotokban, és most nagyon sok mindenkiben az van, hogy ez egy betegellátás. Tehát az egészség, ugye ez egy betegellátás. Miközben azt szeretnénk, hogyha ez az egészségben tartásról szólna. Tehát, hogy elébe mennénk a dolgoknak, hogyha mondtam épp a műszaki vizsgát az elején, hogy tényleg ne a kanyarba derüljön ki, hogy a kaszni szétesik körülöttünk. Ami most, ha lefordítjuk a saját szervezetünkre, mondjuk van egy élethelyzetbeli stressz, ami hirtelen érkezik, mert mindig van ilyen. Ne akkor derüljön ki mondjuk az, hogy már valami lappangott, és akkor időzített bombaként elszabadul, és akkor hirtelen olyan, hogy dominó effektussal lesz 25 betegségünk, meg baj. Nézd, szerintem ugrottunk egy 30 évet az időben, de én kívánom, hogy sikerüljön, bárcsak itt tartana a magyar egészség, úgyhogy mindenki bekecsül, van egy digitális kartonja, szóltok neki e-mailben, hogy figyeljen, mert nem sokára fennállhat ez vagy az a kor, vagy örökletes lehet, tehát egyelőre ott vagyunk, hogy 2 évet várunk egy csípőprotézis műtétre, WC-papírt kell vinni a WC-be, nincs kézmosószer, ehetetlen a kaja, szóval, hogy bárcsak itt tartanánk, hogy ez lenne már a legnagyobb gondunk. Én kívánom, hogy ez sikerüljön, de jelen pillanatban az egészségügy azért... Kéne kerüljük. Tehát azt kéne elérjük, hogy mondjuk, ha valakinek már van egy derékpanasza, akkor igazad már van. Egyébként ebben igazad van, abszolút. Akkor segítsünk neki, mondjuk ülő életmódot folytat, megtanítani, hogy hogyan végezhet olyan gerinctornát, ami miatt nem fog kialakulni a végén. És hát ez a csípőprotézis, vagy ez a mondjuk a lumbágója. És ezáltal egyébként hosszú távon nekünk is kevesebb munkánk lesz, illetve azoknak, akik részt vesznek ebben az egészségi állapotságban. Tehát hosszú távon, időben, meg értem, persze. Életminőségben kifizetődik. Én tudom, hogy ehhez nem vagyunk hozzászokva, de nagyon sokszor az az érzésem, hogy bejön hozzám egy beteg, és egy tablettát vár, hogy doktor úr, oldja meg. Én meg azt gondolom, hogy akkor van esélyünk segíteni, hogyha ez egy koprodukciós történet. Hát, tök igazad van, szerintem, és ez egy jó kezdeményezés. Hát sikerüljön, meg ha behívtok, akkor tényleg elmegyünk, meg ott a helyünk, meg kivizsgáltatjuk magunkat. Ha kapok kifestőt, meg a matricát, meg a cukormentes nyalokát, ahogy a gyerek is szokott kapni, és én mindig irítom, akkor én ott vagyunk. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, és nyilván a magyar lakosságban szóval abszolút elfér, hogy az egészségtudatosságot egy kicsit növeljük, fokozzunk, és mindenki odafigyeljen, és nem már csak tényleg akkor menjen, amikor komoly baj van, hanem az első tünetnél jelezzen, ismerje föl a tüneteket,
Szóval ez fontos, hát reméljük, hogy sikerül. Magor, köszi, hogy beszéltünk, jó munkát nektek, köszönjük. Köszönöm hogy... a lehetőséget. Kitartotok ti még a magyar egészségügyben, hát mindenkinek, aki abban dolgozik. Hálás köszönet, tényleg. Köszönjük. Az utolsó szabadságharcosok vagytok még így a barikádon. Csáó, köszönjük. Sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Nem, hát tényleg mindenki le a kalappal, aki a magyar egészségügyből még nem vándorolt ki, és nem ment el, és nem külföldön dolgozik, ilyen állapotokban minden nap oda bemenni, műteni, asszisztensnek lenni, nővérkedni, kórházakba dolgozni. Lassan hát ez az... lesz, bemész. Ahó, van itt valaki? Igen, csak te leszel a beteg. A fordás elmondja, hogy ott a műtő csinálja meg. Van egy nyíltörésem. Gipszer balra találja. Igen, valaki tud segíteni. Hát igen, jó, maga a kezeményezés egyébként nem rossz, nyilván baromi leterhelt mindenki, de hát kívánjuk, hogy sikerüljön. 9:05 Ákos mondja a híreket, aztán jövünk vissza már. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:09 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hol a Jani? A Green Day miatt kiment, azt mondta, hogy ő ezt nem tudja vállalni. Ezt nem tudja vállalni? Hát ez az ő zenéje. Hát ez az ő zenéje. Hát jó, csak a scooter után érted, ha az ember egyszer áll DJ Oti muzsikáira. Hát igaz, DJ Oti üzent egyet. A DJ Oti annyira tetszett, hogy a Green Day-jel nem tudtál azonosulni. Fura is volt, hallgattam kintről, de nagyon kellemes. M0-as az M1 felé. M0-as az M1 felé, az 51-es csomóponttól a Duna hídig elesett. Úgyhogy kerüljetek. 61-es úton, Iharos Berénynél van egy Trafipax, Puder küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi a helyzet még az utakon. 43-as úton van fotózás a 74-es kilométernél. Váci Árpád híd felé áll, nyugati felüljáró, Ferdinánd híd, 20 perc. 20 perc. Ez az sok. Az nagyon. Ez nagyon sok. Igen. Ez nagyon sok, főleg Gergő. Igen, Gergő, köszi, hogy elküldted nekünk. Ott szerintem egyébként oka nincsen, csak ekkora a dugó. M5-ös pályázár Pest felé, Kiskunfélegyházánál kigyulladt egy autó, ezt pedig Karcsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, kíváncsiak, mikor lesz ebből valami, nem? Amit Magor mondott. Ebből a rendszerből. Meglátjuk majd. Az, hogy picit azért negatívak vagyunk, vagy bőszítő, hogy alapvetően mindig a dolgoknak azt a végét fogjuk meg, ami a kényelmetlenség, a kellemetlenség. És azért valószínűleg ez egy rossz beidegződés is, mert ugye általában nem szokott kellemes lenni egy ilyen várakozás mondjuk a rendelőben a gyerekkel együtt, úgyhogy adott esetben tényleg összeszedsz valami plusz betegséget, és azon felül, ami miatt oda mentél, várakozni kell, hiába kér sorszámot, hiába mész időpontra, hogy ezt a Feri is jelzte az előbb. Úgy szörnyű, nem persze. Nem életszerű. Azt érzed, hogy rászabadítanak még, érted, mit én 5 millió egészséges embert, az 5 millió betegre, aki ott várakozik. Nem tudom most hány beteg ember van. Azt érzed, hogy így rádobják az egész országot arra a rendszerre, amiről minden nap azt olvassuk, hogy rossz, nem működik. Igen. Vacsak. És ezek a szempontok, amiket most mondtuk, ugye ezek alapvetően a betegeknek a szempontja, és ott van a másik oldal is, az, hogy tudjuk, hogy az orvos társadalom meg maximálisan túl van terhelve. Tehát most egy körzeti orvosnak azért éjjel-nappal tényleg bemennek, ott vannak a betegek, 30-40-50 a végére se ér, már kezdődik az egész megint előről. Feszültek, túlterheltek, alulfizetettek, hát az egész valahogy annyira ilyen. Igen. Na jó van. Sántikáló működésképtelen. Mutatjuk gyorsan, hogy mi a beugró hármas ugrása. Ugye mindenki. Ó, egész jók vannak. Mutatjuk még egyszer. Na jó dolog. Egy csomó mindent szeretek benne. Na, mi újság? Megint le vagy árazva, haver. Mi van? Most mi van? Megint le vagy árazva. Mire vagyok leárazva? 1990-ről már csak 1190-re gyertek át szombat este, ha néző akarsz lenni. Itt van, még el se kezdődött a forgatás. De adnak még mellé zapkekszet? Persze, viccesz és meleg teát is. Leáraztak? Miért van ez? Hogy 1997, 1190 gyertek át szombat este, legyél részes az őrületnek Balázs nappaliában. Az mondjuk jó, tehát a belépő egy fő részére. Nem mondd, hogy 1100 forint az... Megéri, de hát, ja? Sőt 2000-et is adnák. Kérte, hogy felé. Igen, csak a leárazás mondod. Ugye? És mi ez, bónuszbrigád? Október 23-ta. Leárasztott a bónuszbrigád gyerek. Nem, az Olcsó János volt. Igen, fent vagyunk a bónuszbrigádon. Nem, leárasztak. Hát ez, gondolom, hogy nagyjából így tudod, ez ha ennyibe kerültet, ennyiért megkapod náluk, akkor ez egy üzletfilozófia, és akkor ott tulajdonképpen azt hiszed, hogy te ezt valószínűleg olcsóban kapod meg. Egyébként tényleg, mint
mint máshol. Tegnap még 3100 volt, csak a Róna utcából meghekkelték. Lehúzták marára az árát. Igen, ez a gyertek át felvételének a jegyeladása szerintem, amit te találtál. Ez az október 23-24-25. Nagyon sokan akarnak jönni nézőnek. Hát most fel is ezért néztem, hogy tudok csinálni. Olyan jó volt ott. Hát, nekem jó a hátsó szék is. Nem tudok mit csinálni. Egyszer jönni akarnak a felvételre. Szerepelni akarnak benne. Kicsit fáj, hogy 1-9-ről lenyomták 1-1-re. Tehát, hogy sose jó magadat leértékelve. Sose jó magadat leértékelve látni. De most már legalább euró. És ez páros jegy, vagy egyéni jegy? Egyéni, egy darab. Tehát itt egy darabot veszel te, és egy előadásra. Ugye? Mert ugye naponta mi kettőt veszünk, tehát október 23-2, 24-2 és 25-2, tehát hatot veszünk most mi föl, majd október végén. Igen. Oda, 15, János is benne lesz, csak most. Hogy ő is szerepel majd. 18 órai felvétel. Még az is ott van? Még az is. És ki tudod választani, hogy melyik időpontot teszed? Aha. Wow, menő, hát az nagyon menő. Picit fáj azért ez az 1009-ről 1001-re. Ez, hogy ki dönti el? Megnéz egy műsort, és azt mondja, hát ez már kettőért nem adjuk. Adod a tett ki terikém 1001-ére bónuszbrigádra. Jócsikám, 1999, terikém 1001-ért tett ki. Örüljenek akkor is. Örüljenek akkor is, elmegy. Jócsikám, gyertek át szóval teste. Nem, ma nem írunk rá, Lajos, nem az. Nem, hívtalak félre, tett el kislányok. Hanem a Balázsék. De mi van akkor, ha valakinek van egy jegye, nem tud eljönni, és ő teszi föl? De ez nem egy jegy, itt több száz jegy van. Ja, hogy itt több száz jegy van. Persze. Aha. Tehát itt nem van az, hogy nekem van egy jegy, ami nem tudok elmenni, és akkor én eladom. Több száz van. Hát nem megy annyira. Én sem tudok menni. Én nem égetem magam. Üres nézőközönség előtt még se csináltad azért, ez komolyan. Hogy állunk, 140 vásárló már van, aki vett ilyen jegyet, ez az összesre van, és akkor gondolom, hogy hát nézd, bepróbálkozunk, válasz csomagot. És mennyi van egy adásra? Az ott van, hogy a 23. adás, a 15 órás adása, meg mit tudom én. Tehát, hogy nagyjából egyébként olyan 100-110 férnek be, tehát adásonként annyi lehet. 5-öt tudok venni csak. Igen? Hát, aha. Értem én, hogy a család ezért mindjöbben ne gyernek, mert aztán neki járok a szalonnát enni, a kurkát, a korbács csomagot. Örülnének, hogy legalább lenne rendes kajádot a felvétel alatt is. Tehát az azt jelenti, amikor a 6 adás, az 600 jegy. És abból elment 153? 140. Nem állunk jól. 141. Nem. Nagy a baj. Nagy a baj, nem állunk jól. Üres nézőt, erről fogsz hülyét csinálni magadból. Valami bónusz kellene még ide. Nagy közelültetitek a nézőket. Csak az első sor lesz. Drága közönség, egy kicsit tessék közelebb jönni. Ma ennyien jöttünk össze, kevesebben vagyunk a bónuszbrigádon, és már leértékelve kaphatok a jegyek, de akkor tessék előrébb jönni. Meg lesz az, hát október, mikor október 20 vége. 23-24-25, azt hiszem talán így van. Van még idő. Gyerekek, mert az élet, azért ezt nem tudom, érzitek-e. Most mivel, de most tényleg mivel? Leértékelnek a brigádon. 50 ezeren vagyunk a Facebookon. Meg kell tartani a Facebook oldalt. Jó, a 250 az még, 250 messze van. Jó van, drága hallgatók, küldjétek el akkor, mit hallottunk. Egyébként jó a kérdés. Vagy Feri, betegyek, te mit csinálsz ilyen bónuszbrigád oldalakon? Hogy kerülsz te oda? Hallgató írta meg. Ja, azt hittem, hogy de te ott úgy vettél egy fűkasszát, meg ezért valami. Minek fűkasszát, az kapom. Két mi egyet a műpába, meg... Az annyi jobban jár neki. Az jár a fűkassza. Két jegy a Vivaldi koncertre a műpába, meg gyertek átra a 3 jegyet valakinek. Nem, a hallgató küldte át, hogy megint fönt vagy, és akkor én rákattintottam. De gondolom, jó indulattal küldte a hallgató. Hát sok smiley előbb, bali, megint leértékeltek. De update van, 24 órával meghosszabbítottuk az ajánlat lejártát. Ez olyan szokott előfordulni, amikor senkinek nem kell a cucc, amit hirdetnek. Tehát végül. Hát ezt a produkció nevében kérem ki magamnak. A produkció nevében kérem ki magamnak, hogy ugye senkinek nem kell. Majd néznek, holnap mennyi ment. Az biztos is. Hát hiszen most megtoltam, nincs mit. Jaj, rajta vagyunk mi is, de jó. Hol vagytok rajta? Vannak képek, amikor együtt voltam a Ramival meg a Janival. Ja, ott lehet ilyen képek vannak. Hát az adásból vannak képek. Csoda, hogy nem fogy. De én csak a legalján vagyok, hagyjad. A húzó erő az Lali. Az első két képen Lali van. Igen. Istenem. Na jó van, 4 perc, pontosan 9 óra, ha van friss közlekedés, illetve küldjetek. Ha pedig játszanátok hármasugrást, akkor 2 darab dalt, vagy 2 darab előadót abból, amit az előbb megmutattunk, küldjetek el nekünk. Jó, hogy tudjatok játszani, mi pedig jövünk Ákos után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni.
Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Majka dal után, illetve pontosabban Majka és Curtis. És a YouTube. Igen. Ugye? Igen. Szoktuk. És a ők. Ez a dal. Ez a dal címe. Így van. Na, ez szólt itt nálunk. Mutatjuk, hogy illetve pontosabban mondom a közlekedési híreket, hogy mi történik az utakon. Rengeteg jó megoldás, ugye? Mert mi mindig tart a Lukoil játékunk. Meg a Kivicán, tehát kettő is van ráadásul. Kettősen így van. Leltérnél kifelé rendőrök irányítják a forgalmat, azért van dugó, tényleg telítettek a sávok. M5-112-es Kavicsnál, Budapest felé közvetlen a felhaladt után, Kiskúról kigyulladt egy kocsi, már folyik az oltás és áll a kocsi sor, ezt Manitu küldte nekünk. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 112-es kilométernél lángol, ja, igen, egy autó, ez ugyanaz. Fercsi, köszi, hogy te is elküldted. Mozsár utca le van zárva a Nagymező utca felől, mert hajnal 4-kor valakit megkéseltek, Roberto küldte nekünk. Frontális ütközés a Váci úton a Lehel csarnok előtt, valamint dugó van az M0-ás déli szektoránál az M1-es felé, körülbelül Dunaharaszti felhajtótól áll a sor, ezt Zsuzsu küldte nekünk. Baleset a Vácin kifelé, így van, ahogy mondtam, a Lehel piacnál és a 81-es úton Sárkeresztesnél, két kecske áll az úton, óvatosan a környéken, ezt Reci küldte nekünk. Aztán jött egy még egy-két SMS, ide egy hallgató, ha megtalálom, a Balázs tegnap még veled voltam, ma reggel indulás előtt azonban változtattam a hozzáállásomon, megkerestem a Facebook oldaladat és lájkoltam. Ez az. Le is késtem a buszomat emiatt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy jött egy ismert, egy ismerős, csak nem írta ki a hallgató, és behozott a munkahelyemre. De alig várom, hogy újra internet közelben legyek, mert hozzáférésem van a férjem Facebook oldalához, és ő is lájkolni fog. Így is kell. Lájkolja mindenki az oldalt, hamarabb meg 60 ezen, aztán 100 ezen, 150 ezen, 200, 250 ezen. Igen, János tegnap útjára indított egy fogadást, ugye, ami arról szól, hogy a Facebook oldalamat, ha elindítjuk, akkor ha elérjük a 250 ezeret, akkor tartanom kell november közepe után is az oldalt. Ha nem sikerül addig elérnem, és én ebben bízom, akkor én november 18-án egy delete gombbal törölhetem magam a Facebookról. Így van. Ezért én arra kérek mindenkit, hogy ne lájkolja az oldalt. Hál' Isten nagyon sokan official, meg mindenféle Sebestyén Balázs oldal van, tehát még nem tudják hallgatók pontosan beazonosítani. Ezért már máshova küldik. Is, egy rozés üveg, egy kézzel, középső önirónia, igen, már láttam néhány újság lehozta, hogy akkor problémákat szenved a gyerekek. Bármit mondunk mi ebben a műsorban humorizálva, azt azért utána látom, hogy abból cikk születik. Mi lesz velük? Mi lesz velük november után, de tényleg? Hát majd a Facebook oldaladat nézik, és abból írnak. Szóval miről fog írni a Life, meg a Borság, nem tudom, mikor én humorizálok azzal, hogy alkoholista vagyok, és utána ezt készténként leközlik még úgy, hogy megszólaltattak szakértőt is. Szenzációsak egyébként. Lesz az egyik cikknek a címe, az egész biztos. Mi történt velük? Igen, mi lehet, mit csinálhat most? Elnyelte Balázs Rozét. Az ország leghallgatottabb reggeli műsorát csinálták, de vajon mi lehet velük manapság? Most pedig sehol. Esetleg már mind a hárman isznak? Vajon Balázs kiheverte már, hogy november közepétől nincs rádió? Igen, esetleg alkoholba folytja a bánatát? Igen. Szóval van ez a fogadás, és egy nap alatt 50, akárhány ezeren lettünk, úgy látszik, sokan rátalálnak erre az oldalra, de én azért azt gondolom, és beszéltem szakértők, ezért 100-150 ezernél be fog lassulni. Nagyon jó. Na főleg úgy, hogy naponta csak egyet kell posztolnom. Így van, de ott majd mi beindulunk megint. Igen, ma is megosztom, hogy melyik a hivatalos oldala. Mindenképpen egy like, egy megosztás így minimum. Is van. Ennyit kérek csak tőle. Úgyhogy hadd szóljon, hadd szóljon a dolog, hadd menjen. Úgyhogy, de ami folyamatában van, az nem más, mint egy közelgő kitelepülés, amiről mindenképpen beszélnünk kell, mert a jövét hétfőtől kezdve ugye megindulunk egy országjárásra, először elmegyünk ugye Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ami egy nagyon-nagyon-nagyon exkluzív kis fellépés lesz, mert ugye Dunáról fogunk jelentkezni. A helyszíneket megtaláljátok a Facebookon, megtaláljátok a Morning Show-nak a honlapján, de egyébként halljátok Spotify formájában is, meg egy csomó újságban is benne van, némelyikben úgy, hogy el is lehet olvasni. Nagyszerű dolog. Most már azt hiszem.
Úgyhogy hétfőn ott találkozunk. Hétfőn Sopron, így van, ott kezdünk. Viszont addig rengeteg... Illetve vasárnap este a szállodában, mond. Rengeteg jó dolgot szeretnénk még megosztani veletek. Például most, hogy ugye széles sávú interneten van, találtam neked valamit. Na, Ferész bekötötték a netet ugye pár hónappal ezelőtt, és azóta hát már lát a szalacsit, meg... Még nem mertem megnézni, mert azt mondták, hogy az nagyon durva, viszont megtaláltam, ami szerintem Balázsnak való pontosan, az első magyar sznobmétert. Na hát aztán én rohadt snob vagyok, te rohadt. Nem, most mi a terve, kiakasztott, Balázs? Az első magyar snob méter. Van egy kérdői? Így van, ezt kell kitöltened, és akkor kiderül, hogy mennyire? Igazi snob. Menjünk rajta végig. Van galléros póló, Ralph Lauren póló. Várja, A válasz. Igen, B, nincs, nem hordok ilyet, C, nincs, ennél sokkal jobb pólóim vannak. Abszolút a C. Jó, tehát C válasz. Rosszul vagyok ettől a galléros pólótól, ráadásul úgy, ezek ilyen piké pólók, hogy Füreden attól vagy te igazi füredi, ha felhajtva hordod. Mert akkor te vitorlázol. Hát én ettől meg tudok őrülni. A vitorlázók hajtják fel? Nem, a sznobok hajtják fel. A sznobok hajtják fel. Füreden népviselet egyébként a felhajtott piképóló. Ezt megpróbáltam megfejteni, mert akkor vagy igazi vitorlázó. Én nagyon szeretem. Én annak idején gyerekkoromban valamiért nagyon rákattantam a Lacoste pólókra, mert akkor ez én nagyon menőnek számított, és akkor emlékeztem. Hát az volt, honnan van a Lacoste póló? Nem volt, de a közvetlen környezetemben is csak ilyen görcsbe rándult ilyen kis krokodilos pólók voltak, amik egy mosás után tudod, ilyen kis golyóvá álltak össze, mert mindegyik kamu ilyen jugoszláv cucc volt. És én akkor rákattantam, és szerettem őket. De ezt a felhajtott gallért, ezt nem értettem soha, egészen addig a pillanatig, amíg meg nem láttam, hogy ha felhajtod a pólót, akkor a legtöbb ilyen póló esetében a márka név ott van behímezve óriási nagy betűkkel. Nagy egyenvalóságos. Gondolom ezzel villant valaki a hatoson. Nagy egyenvalóságos. Igen. Ezt tudom, a választ a telefonom, a iPhone. Ugye ezt beírhatom. Igen. Hát azért ezzel még vagyunk így páran. Tehát nem vagyunk sznobok attól. Még nem robban föl a kezünkbe, mint a Samsung. Hát most ez igen. Szóval, harmadik kérdés. De hát legalább addig is normális képeket csinál. Ja, majd ha lerobban a füled érte, de fölrobban a Samsung a kezedbe. Akkor lesz a baj. Akkor lesz a baj. Igen. Harmadik kérdés. Jártam már Londonban, és benéztem a Harrodsba. A válasz, nem voltam a Harrodsban, nem voltam még Londonban. Harrodsomban. Az a durva, hogy voltam és benéztem. De nem vettem semmit, mert felháborítóan drága. És kíváncsi voltam arra, hogy mi az az áruház Londonban, amit Michael Jackson kibéreltetett magának egy napra. Bementél, és figyelj, elképesztően drága minden, a nulladikon, mit tudom, 4000 négyzetméteren csak parfümök, alul nem tudom, olyan boltok, hogy mit tudom, egy sejmet árulnak, helmét, meg posztót, meg nem tudom, ilyen aranyárban, tehát úgy járkálsz ott, mint egy ilyen csóró turista, és az nem tudom, hogy jó, elég ebből kijövünk. Tehát itt az ember semmit nem vesz. Drágának, mert te is kibérelted egy napra. De Abu Dhabiból, meg Dubájból érkezett, az Emirátusokból érkezett családok jönnek ilyen herocos szatyrokkal, de úgy, hogy a gyerek is négyet cipel, apa is négyet cipel, anya jön, ugye, 6 herocos szatyorra, és nyilván felvásárolták a fél főzőszintet, és abban megy még kocsit vásárolni a 6. szinten. Ha már ott van. Szóval, hogy egyébként fantasztikus, de egyszer meg kell nézni. Na. Itt ezt bérelte ki Jacko egy napra. Egy szemegész éjszaka talán. Jó, jártam ott, de nem vettem semmit. Jó, ez nekünk elég. Nálunk ilyen elképzelhetetlen lenne ez a kép a szatyrokkal. Megállítanak őket a határvadászok. Ez az nagyon gazdagnak kellene, hogy a Herodban nagyon sok szatyorral menjél. Tehát, hogy de nem, ilyen hülyeség ennyi pénzt. Hát, de egyébként ő nem hordja a szatyrot, tehát a szolgái visznek. Igen. Jó. A nagy sznobméter negyedik kérdése, az elmúlt egy évben A jártam Pándorfban, B nem voltam Pándorfban. Mi van Pándorfban? Nem szeretem Pándorfot, nem voltam nem Pándorfban. Ez a kérdés. Nem voltam Pándorfban. Nem szeretem Pándorfot. Nem szeretem. Nem jó szerintem Pándorf. Nem szeretem. Ez így, hát sznob vagyok, most nem szeretem Pándorfot? Majd meg. Vagy szeretném kérni? Nem szeretem Pándorfot. Ha van egy kedvező áru, szép öltöny, de bőségránc van a nadrágján, akkor beküldöm apukámat, neki biztosan jól áll. B. Megveszem. Várja, megveszem, legalább könnyebben zsebre dugom a kezem. C. Mi az, hogy kedvező áru? Balázsnak az öltönyén van, illetve az öltöny nadrágján előlíts, és líc magasságra egy bőségránc. Hát, de oda kell is. Sárpely kutya vagyok, kis sárpely vagyok. Olyan bőségráncom van, hogy ez... mi volt? Hát én nem veszem. Megküldöd apádat, mert igen? Te csak a izét szereted, a szűkszárút, B, megveszed, könnyen elfér a kezed, C, mi az, hogy kedvező áruk kitérnek el? Nem, beküldöm a hámat, ez jó válasz. Erre nem lehet normális választ adni. Ha Európában autót kell bérelnem, akkor olyat választok, A, ami hasonló a sajátomhoz, B, a legpraktikusabbat, C, kit érdekel, hozatom a sajátom. Ez
B, praktikus. Praktikus, persze. Ja. Szerintem a Tag Heuer a egy jó óramárka, nem annyira jó óramárka, nem tudom, még nem szedtem szét egyet sem a gyűjteményemből. A Tag Heuerekben régen ETA szerkezet volt, az ETA az egy középszerű szerkezetet csinál. Ezek szerint szétszedtem. Nem ismerem az órákat. Régen ETA szerkezet volt benne, most nem tudom, a Tag Heuer egyébként sajátot csinál, vagy még mindig régi másra állt a szerkezet. Én nem szedtem annyira a Tag Heuer, jó sportos óra, de önmagában a Tag Heuer az egy középkategóriájú óra. Oké, tehát már szétszedted. Nem szedtem nem is volt soha takájóra, és most sincsen semmilyen órám, nem hordok órát. Jó, nyaranként eljárunk az Adriára, A válasz nem, B, igen, mert közel van a tengerpart, C, mindenféleképpen, mert ott tartom a négy hajómat. Hát ezt Mészáros Lőrisztől kellene megkérdezni. Ez ne tőlem kérdez. Én nem, régen voltam az Adrián, nem nagyon járunk. Balatonon voltam most. Nem, balatonos vagy, oké. Olvasol egy divat vagy stíluscikket az interneten, ha ilyet csinálnék, már rég baj lenne. Szerintem ezt te vagy. Előfordult már, hogy a cikkből lenyúltam valamit, csak véletlenül szaladok bele ilyenbe. Nem olvas ilyet, csak ír. Van olyan, hogy elolvasom. Van olyan? Szoktam olvasni. Érdekel, igen. Oké. A Zenya volt. Férfi divatot is? Például a Beckhamnek, a Viktoriának követem az oldalát, mert tökre érdekel, hogy miket csinál, még tök tehetséges szerintem. Igen? A Zenya volt Budapesten, Váci utcában van, az Andrásin vagy a Fashion Street-en? Az a Fashion Street-en van egyébként, de... Nem szereted az Zenya. Nem, várjál, lehet az nem, Andrási, nem. Sose vásároltam még. Enya. Orinoco Flow. Enya. Igen. Azt hiszem az rózsaszint, kiegészítőnek vagy innek. Igen, jó de csak szint. Szájra. Már olyan nincs, hagyjuk meg a igen, lányok. A szájfényem rózsaszint, de kérlek, ne leplezz le. Olyan undok vagy. Mondtam, hogy ezt nem mondd el. Igen. Tehát kiegészítő vagy ing, B, hagyjuk meg a lányoknak, C, attól függ, hogy milyen a ruhadarab. Simán, egyébként simán. Így van. Jó, a Prada a legértékesebb ruhamárka, tudta, de és nem olvastam. Igen, de igen, a Károhíd kifejezetten szép. Az Óváros nagyon szeretem Prádában. Szerintem az Óváros gyönyörű. A Károhídon átjétek. Egy jó káposztás knédlis őrrel. Igen, olvastad. Hogy mi van a Prádában? Hogy az a legértékesebb ruhamárka, ez a hetedik legértékesebb márka a világon. Túlértéket, Fos. Jó, tehát nem érdekel. De egy abszolút túlértéket. Abszolút túlértéket, szerintem. Nyáron hordok mokaszint zokni nélkül. Ah, igen. Igen? Nagyon jó, várj, értem. Még jó. Hogy néz ki az alsom is mokaszint? Igen, mert az alsogatjám nem mokaszint. Az alsogatjám tiszta. A napszemüvegem, Ray-Ban vagy Oakley, klasszikus designer márka, tehát Dior vagy Gucci, nem érdekel, hogy milyen nincs napszemüvegem. Neked nincs, mert ellopták innen. Hát nekem ellopták innen. Igen. A Versace napszemüveget. De hogy is. Leraktam a mosdóba, még elmentem pisilni, és mire visszajöttem, már nem volt ott. Érted? Hihetetlen. Fél évig nyomoztam a kollégát, és mindenkinek így bámultam az arcát, aki napszemüveg volt, hogy kiről tudom letépni a napszemüvegemet. Na kérem, szépen megnyomtam a számolt ki gombot, ez igen? Azt jelenti, hogy... De te nem figyeltem, hogy közben miket ütsz be, tehát te simán lehet, hogy mindegyikre a legundokabb választ nyomtad. Igen, van Prada szemüvegem, igen. Te nem néztem, hogy mit nyomtál. Mi az értékelés az első magyar snob méteren hajókban adják meg, ugye? Vitorlás hajókban. Hogy tök jó, engedjük. Hány darab hajót kapsz, és van egy szöveges értékelés. Remek, legalább magadnak bevallod, hogy snob vagy. Ez jött ki? Ez. És ez a hányasból hányas? Tehát, a hány hajó, négy hajóból hármat megkaptál. Basszus. Ez nem túl jó eredmény. Így. Jó van, gyerekek, figyeljetek, én azt gondolom, hogy tényleg mindent a műsorért. Persze, szívesen gondozok majd Facebook oldalt, szívesen válok egy napig alkoholistává, mindenki ezzel van elfoglalva, elmondtam, hogy megiszom egy rozét. Szívesen leszek snob 8-tól 8-20-ig, tehát amit akartok, mindent. Úgy érzem, rám jár a rút kicsit. És valójában egyiket nem is három, hanem négy hajó volt, csak az egyik Máltán van regisztrálva. Igen, ez egyiket egy offshore cég bérli, úgyhogy sajnos annak nem tudtak utána járni. Úgyhogy elmentek a fenébe. Na most jó, rám szálltatok egy kicsit ezen a héten, vagy ez a dolgozzuk meg balit novemberig, tehát alkesz vagyok, snob vagyok, és lett egy Facebook oldalam, amit sose akartam, tehát nagyjából itt tartunk, és még csak csütörtök van. És soha nem köszönöm nektek. Meg ki veled egy ilyen kis, hogy hívják ott felmérés, tudom az összes választ már. Én már megcsináltam oda előre. Aj, de szeretek vagytok. Olvastátok Bredék válását? Figyeljetek, ebből nagy szappanopera lesz, és durvul a helyzet. És én sajnálom ezt a fiút, komolyan mondom. Mi? Hát mert... A... Mert végre Angie... megszabadult Angie-tól. Az van igaz. Azt én nem bánom. Szóval azt én nem bánom, hogy megszabadult Angie-tól, uh-huh. De... Pénzből sok van, életből egy.
De hogy hát ő nagyon kapja, és Angie nem nagyon viccel. Szóval ami hát... nyilván nem lehet tudni a pontos igazságot, és sohasem nem fogjuk tudni, de hogy Brad által nem is nagyon tudta. Londonba repült volna, hogy meg csalás, hogy megkapta ezt a kis francia színésznőt a lakókocsiába. Nem, nem volt semmi, és most már viszont nem nyugszik bele ő se, ugye ezek az új hírek Braddel kapcsolatban, hanem felveszi a kesztyűt, ő is ügyvédet fogadott, nyilván volt neki 600, mert hogy nem azt szeretné, hogy csak láthassa a gyerekeket, ugye, hogy elvihesse, hanem hogy ugyanúgy közös felügyelet legyen tulajdonképpen, és felveszi a kesztyűt, és hát barátok hozzátartozott nyilatkoztak, nyilván a Borsba is sokszor mondják, hogy ismerős igen. nyilatkozott, azt tudjuk, hogy Földvári Zsófi megépeli a karaktereket, de hogy azért ez kemény, nem? Amikor két ember között ennyire eldurul a dolog. Ragaszkodom a gyermekeimhez, nyilatkozta. Már a DNS vizsgálat után ragaszkodik majd hozzájuk, hogy kiderül. Hát ott egy csomó van, ami nem az övék. Igen. Egy csomó gyereket ugye vettek a nevükre, meg igen, fogadtak örökbe. Jó, kettővel hátrébb? Igen, maradhat. De hogy azért ez nagyon csúnya. Én azt gondolom, hogy bármi is történt, akár Brad másik mállásba tévedett, akár nem, de mondjuk azt teszem hozzá. Brad nem olyan, hát szerintem. Hát azért Angelina lezárt egy ideje, azt azért olvashattuk, hogy nincs már nagy... Hogy nincs visszaút, igen. Meg Angelina kb. Ugyanígy jöttek össze, tehát, hogy... Érted? Ja, tehát, hogy gyakorlatilag, igen, tehát gyakorlatilag azt kapta vissza a csaj is, amit ő annak idején adott. Tehát, hogy ez egy kb. Ugyanez a sztori még egyszer. Nekem az egész nagyon-nagyon álságos volt már így az első perctől kezdve. Valahogy jó, de te eleve gyűlölöd, ha valaki boldognak tűnik. Tehát, hogy... tehát eleve onnan indulunk, hogy nem lehet, két ember nem lehet hosszú távon boldog, ez biztos kamú. Tehát, hogy nagyjából ez az alapsztereotípia. Nem. Én azt gondolom, hogy amit nagyon erőltetnek és nagyon próbálnak meg úgy adni, meg lenyomni az embereknek a torkán, hogy na hát ez aztán minden idők és micsoda szerelem, és micsoda csodálatos kapcsolat, és mint szerető, és mint férj, és mint feleség, és mint emberek, és mennyire passzolnak egymáshoz, de csodálatosak, ott mindig kilóg a lóláb. Vagy a harmadik láb. Vagy valakinek három lábom. Igen, kemény, de eldurul, el fog ez durulni keményen. És mi lesz a vége? Teljes elzárás a gyerekektől? Vagy mit akar a nő? Mert hát most ugye tudom, az, hogy azért azt tudod-e kivitelezni, hát hogy ne is láthassa. Megtalálják Bradnek a testét valahol a Temzében, két ilyen diszperzites vödő. A lábán, hogy vasbetont öntöttek. Nem, de minden esetre azért ez így rossz. Én szerintem Angie nem lehet könnyű. Tehát, hogy ez az egyik arca, amit mi látunk. Szóval... tudod, ez a, aki megy, és jó szolgálatinak követ vagyok. És persze egy tündér a csaj ezen oldala, de van egy kőkemény másik oldala szerintem, amit itt senki nem ismer, csak ugye a szűk család, Brad és a gyerekek, ami viszont nagyon kemény lehet. Én elolvastam az önéletrajzi könyvét, hát figyelj, nagyon kemény nő. Szóval, hogy Bradet keresztbe. Le fogja nyelni. Érdekes, hogy annyira pénzen nem megy a vita. És azon nem vitáznak persze. És most már ezt nem fogja élvezni. Igen. De én megmondom őszintén, én csak a gyerekeket sajnálom. Ők szerintem mind a ketten kb. Azt teszik, amit kifőztek maguknak, a gyerekeket sajnálom, mert hogy akárhogy is nézzük, tehát hogy ez semmi másról nem szól az egész történet, mint az, hogy ezek a gyerekek csonka családban fognak felnőni. Mert nem lesz. Vagy anyjuk nem lesz, vagy apjuk nem lesz, mert hogy egyik is van, másik is van, ez pont olyan, hogy valójában egyik sincs, mert ez nem család, így már. És bárki jön, lesz pótmama, vagy pótpapa, akárki próbálja majd őket megpótolni, az eredeteket, az igaziakat, az nem fog sikerülni. Ez innentől kezdve már csak sajnos róluk szól. És azért számtalan olyan példát lehetne mondani, akár a sztárvilágból, a civil életből, meg aztán pláne nagyon sokan vannak így, akik sajnos hasonló helyzetbe kerültek, és aztán egy egész életre megsérültek. És ugyan persze vannak itt örökbefogadott gyerekek is, akik nagyon-nagyon rossz körülmények között éltek, talán igazi szüleik sem voltak, nem is ismerték őket, na hát aztán nekik pláne. Elfogadták anyjuknak az NG-t, elfogadták apjuknak a Bradet, és most így elveszítik valamelyiket. Hát igen, de hát az állandó öldökléssel jó nyilván, szóval... Meg felnőtt emberek majd megoldják valahogy, érted? Na igen. Kemény. Na mindegy. Úgyhogy. Játszunk egyet. Itt van már is egy játékosunk, hármas ugrás, játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Kristóf, hello Kristóf! Honnan hívtál minket? Én budapesti vagyok. Budapesti, és mit csinál? Én most HR területen dolgozom egy multinál.
Milyen területen? Bocsánat, nem értettem. HR. Ja, HR terület. Gyakorlatilag a régi személyzet is. A régi személyzet is vagy. Vagy hát most már ez a neve tulajdonképpen HR-es vagy. Szereted csinálni? Igen, én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, de úgyhogy ezt csinálom már lassan 10 éve. Milyenek a kérdések, Jánosor? Szerintem nagyon kis kellemes kérdés sorra. Viszonylag nehezek voltak a héten. Több játékosunk el is vérzett, úgyhogy most egy picit könnyítettem. Jó, hát akkor megnézzük. Mehetünk? Mehetünk, vágjunk bele. Na figyelj, így szól az első kérdés. Hány gyalog van a táblán? Összesen egy sakkparti kezdetén. 8. Összesen. Gyalog, ja, poti, 6. Bocsánat, igen, 2-8. Nagyon jó szívűek vagyunk. Értelmezzük a kérdést. De szép kérdés. Jöjjön a második? Jöjjön, hadd szóljon. Melyik településen hunyt el József Attila? Balatonszászló. Így van. Mehetünk tovább? Menjünk, vágjunk bele, meglátjuk. Így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű rockzenekar koncertfilmjét rendezte Antal Nimród? Ez valami mai. Metallica. Így van. Metallica, abszolút. Tök jó. Aztán valami díjat is nyertek vele talán, de nem vagyok biztos. Jó, van, nem kell villogni. Oké, figyelj. Megvan az ajándékcsomagot, Kristóf. Küldjük az ajándékot, jó neked? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Ciao, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát ez nem volt egy nehéz kérdés. Nem lesz. Most már lesz. Ez legyen végig, jó? Vigyék jó, valami ilyesmi. Egyébként abban nem bízom, szerintem a gyerekek, vagy nem hiszem, hogy a Brad visszakapja majd a gyerekeket, valószínűleg az Angina fognak maradni azok után, hogy majd kapaszkodik egy telepjárónak a gajtörő rácsába Brad, és a kiabban a szépen befér Anginek, hogy lassíts. Valóság lesz a Mr. és Mrs. az valóság lesz, amikor majd ölik egymást, igen, kemény csata várható. Fél kilenc, fél tíz múlt 2 perccel jövünk egy pici szünet után. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és mutatjuk rögtön a nap legjobb pillanatait. De előtte még egy-két nagyon helyes SMS. Balázs, elkéstem a friss munkából Skóciában, csak mert túl nehéz volt elmagyaráznom a skót lakotársamnak, hogy miért érdemes lájkolni az oldalatot. Szép volt ez az! Igen, gyönyörű. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk, tehát ma reggel autómentes nap van, megpróbáltunk utána járni, csak egy ilyen gyors körkérdés alapján, hogy a stáb közül kitartott az autómentes napot, szégyen teljes eredményre jutottunk igazából, és aztán valahogy szóba jött a jogsi, hogy szerezte meg a jogsiját, mert egy hallgató írt, akit megpróbáltunk felhívni, hogy lelket öntsünk bele, hogy tartson ki, meg lesz a jogsia, és azt kérte tőlünk, hogy magyarázzunk el neki néhány dolgot, hogy mivel lehet átmenni egy forgalmi vizsgát. Mi megpróbáltuk felhívni, nem értük el, mert hogy nem vette föl, aztán megbeszéltük, hogy mi annó, hogy szereztük a jogsinkat, és kinek mennyire volt nehéz a rutinvizsga, valamint a forgalomban vezetés. És egy nagyon érdekes beszélgetésünk volt Nadinnal, aki egy jós nő, ráadásul médiumnak mondja saját magát, hát ebben most az ember vagy hisz, vagy nem. Mi mindig azt mondjuk, hogy szeretjük megmutatni, hogy ez a világ sokszínű, hogy sokféleképpen gondolkozhatnak, élhetnek, dolgozhatnak emberek. Elkészítünk néhány ilyen beszélgetést, aztán majd mindenki dönt saját belátása szerint. Nadin jósnőnek mondja magát, és mi beszélgettünk egy videóról, ami nemrég került fel a YouTube-ra, ahol ugye talán Mexikóban elütnek egy kislányt a zebrán, de azt látjuk, feltettük a Facebookra is, hogy egy ilyen szellem kislányt üt el egy autó. Átmegy rajta a kocsi gyakorlatilag. Átmegy rajta, és Nadinnal beszélgettünk, hogy neki milyen képességei vannak, hogy lehet szellemekkel kommunikálni, hozzá milyen gondokkal, kérdésekkel fordulnak azok, akik szeretnének valamelyik elhunyt hozzátartozójukkal kapcsolatba lépni. Érdekes dolgokat mondott, akár még azt is mondhatnám, hogy meggyőző volt, nyilván mindenki hite és meggyőződése alapján tudja eldönteni, hogy lehet-e abban valami, amiről esetleg Nadin beszélt, minden esetre mi sok mindent megkérdeztünk tőle. Hát nem meglepő, hogy hármunk között te volt a legnyitottabb irányába, hiszen már csomószor voltál prána Nadin. Így van, Nadin az én világom, abszolút. Na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Tök ügyesen tolta magát. Jó volt egyébként. Hát igen. Egyébként ígért nekünk egy fotót, azt mondja, mindenképpen kérjük el tőle, mert mondta, hogy ugye az egyik kedves ismerőse készített egy fotót, talán egy kórházban, amin látszik egy halott katona. Csak szelleme. Nem találja biztos. Aha. Ja, mint a UFO-s videó. Emlékszel, azt még mindig küldi. De várom te. Nem, Nadin szerintem meggyőzőbb volt, mint az ufológus, vagy hogy hívják.
Igen. Kérdezi egy hallgató, szia Balázs, miféle fogadásadól csak te viszed vásárra a bőröd, a másik fél mit kockáztat? Téged nagyon átvertek, írja Tibi. Jogos! Ha belementél, most már tök mindegy. Jogos, egyébként tényleg ezen el sem gondolkoztam, tök jó volt. Csabi, hello, jó reggel. Én nekem Taki SMS-e tetszik, sokkal jobb a műsor, mióta reggelente nem csak Feri másnapos, hanem Bali is. És hogy Janinak fel kellene zárkozni. Így ment a műsorért, van saját Facebook oldalam, amit gyűlöltem. Tegnap óta alkoholista vagyok a bulvár sajtóban, mert elmondtam, hogy kicsit viccesen karikírozó önmagam, hogy egyébként minden nap csavaros üvegből kinezer ki, iszom, vannak orgánumok, akik ezt komolyan megírták, és szakértőt zólaltattak meg, nem csokoltatjuk őket. Na, hát, dobbelj feles, gyerünk! Biztos, dobbelj. Szóval, hogy már kettő van bennem, te soha. Hülye, alig bírok kocsiba ülni már ezek. Ágyos párinkával gargalizál minden reggel. Ne viccel, hívá. Ha kitalálok az autó még. Egyébként ahhoz, hogy Balázsnak ne csak most legyen, hanem bosszú távon is legyen saját Facebook oldala, az az kell, hogy még egy páran 250 ezer lájkig még lájkolják az oldalt. Most 58.578-an vagyunk, ami azért fura meg szomorú, mert ugye van ugye ez a unofficial oldal, amin több mint 70 ezeren vannak. Most én üzenném annak a kedves úriembernek. Vagy hölgynek. Vagy hölgynek. Nem hiszem, a névjegyet elviekben egy úrról van szó, aki azért hozta létre a Sebestyén Balázs nem hivatalos oldalt, mert nagyon kedvel meg szeret téged. Na most, hogyha tényleg nagyon kedveled és nagyon szereted, akkor kiraksz egy posztot az unofficial oldalra, hogy elindult Sebestyén Balázs saját, önálló, igazi, official Facebook oldala, és hogy lájkolják azok az emberek, akik a tiéd is lájkolták. Ez így korrekt. Ha nem rakod ki ezt a posztot, akkor abból kiderül, hogy valójában az egészet csak saját magadnak csináltad, ezzel próbáltál meg népszerűsködni, vagy egy kis szint vinni a szürke kis jelentéktelen életedbe. De most még azért ne csezzem, mert hát aki teszi. Adjunk neki az egyébként. Ja, gyerekek, fosztok, mi messze van az a 250? Egy nap alatt majdnem 60 ezer. Meg lesz az, meg lesz az. Vali, mondd meg néha, hogy ezért zenekaromnak a Facebook oldalát, és hát az is egy kicsit feljebb megy, jó, kösz. Van zenekarod. Nem? Most kell megtudni. Év után mi? Vagy neki. Ki az énekes? Énekes az nincs. Én szoktam a mikrofonálni. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk. Tididi. Ajjaj. Ah, hello! Jó. Hello. Ciao, Peti, jó helyen vagyunk, te vagy? Na, jó reggelt. Hello. Azt írta nekünk, hello srácok, ma autó nélkül jöttem dolgozni az autómentes napja, de kicsit furcsán érzem magam. Üdv, taxis Peti. Szerettük az SMS-edet, Peti. Jó, SMS. Tényleg taxizol, vagy csak humorizáltál? Tényleg. De azért nem utáljatok. Nem, mindig elmondjuk azért, hogy én legalább csak múltkor is elmondtam, hogy vannak becsületesen, normálisan dolgozó taxisok, csak az emberünk felhúzza magát azon, amikor 2-t ver 8-10. Szóval, hogy az borzasztó. Te melyik oldalon vagy, a becsületes, vagy a... Szerintem most be fogja vallani. Én a becsületes, és a 90% szerintem a becsületes oldalon. Hogy van az, hogy mindenkinek olyan órája van, és van, aki meghekkeli, van, aki nem? Hát ez egy ilyen kísértés lehet, hogy igazából akkor minden taxis tudja, hogy kell meghekkelni, nem? Hát biztos tudja, de szerintem minden szakmában vannak sajnos ilyenek, nem csak a taxisoknál jellemző. De ez kb. Annyi leszedek, egy előlapot áttekerek, egy fogaskereket visszarakom, és utána kilométerenként 400-at ugrik az órám, vagy ennél ez bonyolultabb? Hát nem tudom, hogy működik, mert nekem nincs. Tehát. Órám, nincs órám. Én arcra megyek. Én fejbe számolom a kilométert, és arcra mondom az összeget. De hogy te nem tudod effektíve? Hát biztos van rá valami módszer, tehát nem hiszem, hogy a taxis hekkelinek, hanem gondolom vannak hekkerek. Valahova elviszi. Műhelyek, vagy nem tudom. Tehát, de ez jó azért, hogy ezt nem minden taxis azonnal így rávágja, meg hát általánosítsuk, miért kéne ezt mindenkinek tudni. Hát. Persze, van egy csomó becsületes taxis egyébként, akik normálisan próbálják végezni a munkájukat, és ők sem büszkék arra, amikor ilyet hallanak, hogy két külföldi turistát megvernek 8-an. Van egy csomó szava hihető politikus is, csak már nem aktíva. Na, most ugrott a frekvencián. Köztes úr! Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ciao, köszi, hogy minket hallgat. Hello. Szia, hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Remek zenék? Egy olyan dalt hozok, aminek elsősorban a szövegére figyeltem fel, aztán később majd valószínűleg megjön a dal is. Magyar.
magyar dalról van szó. Egy Soulwave nevű csapat, körmendiek, és meghallgattad a szöveget, és tudod, hogy Kis Pált hallgattak gyerekkorukban, legalábbis az énekes, a szövegíró, a Fodor Máté mindenképpen, és annyira jó a szöveg, hogy elviszi a dalt. Nem az a stílus, amit mondjuk a Janival mi nagyon-nagyon szeretünk, de szerintem a Balázsnak tetszeni fog. Az a cím, hogy Kalandor. Ja. Szóval. Meghallgatjuk. Azt mondom, hogy Kovács Ágyos Kossuth díja. Meghallgatjuk. Meghallgatjuk. Holnap 6-kor jövünk, Csabinak jó munkát. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. It's brand new.